Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a morning show. 6 óra után 13 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk szakadó esőben, hát elképesztő az idő. Hello, Jani, hello, Feri! Sziasztok! Hello, mindenkinek, drága hallgatók! Hát, ami kint van, az nem emberi. Egy 206-os kis fehér Peugeot annyira arcom vágott, hogy a legdurvább erotikus filmen nem látok ilyet. Egy spritz volt? Fú, de akkor az olyan spritz volt, hogy így, tudod, ha nem lennék rutinos sofőr, félre rántod a kormány, már a villamosi nem vagyok. Amikor így 2 másodperced vagy semmi. Tehát nem, csak tartod az utat, és bízol benne, hogy egyenesen megy az út. Figyelj, olyan pocsolyák, hogy az valami elképesztő. De tényleg, mi ez az idő? Beszéltük ezekről a kátyús dolgokról, ugye van egy ilyen applikáció, mint ahogy az a pénteken ki is derült, hát ilyenkor ugye ezek a kátyuk megtenek víz, és fogalmat sincsen, hogy milyen mély, és ugye nagyon-nagyon félve kerülgeted, vagy mész bele, vagy ha már belementél, akkor bár meg mi lesz a vége. Igen, meg a kátyú is, meg ugye van, ahol csak kicsit lejt az út, ott csak, ugye nincs is kátyú, csak megáll a víz, és ilyen tengernyi. Na hát ott egymás beborogatásra tudod. Ki tudja jobban beborítani a másikat. De visszaadtad neki valami. Utána mentél, leszorítottad meg. Nem, ő nem is vette észre. Tehát ugye hátrafele megy, ő azt már nem látja. Csak gondoltam, azt a mindenit neki. Ahhoz képest, hogy tegnap pedig... Azért azt mondjuk el. Ja, aztán el. Megnyitottam valami oldalt. Ne, ennyire. Azt hittem sarkakat, ahogy Facebook képet tett föl, vagy valami. Mi volt tegnap ez a brutális jó idő? Ezt akarom mondani, hogy annyira durván szép idő volt, délelőtt legalábbis, hát mi molyolgattunk itt a kertben, de hogy semmi nem volt igaz, legalábbis abban a fél napban, abból, amit prognosztizáltak ugye a meteorológusok, egyszerűen csodálatos, Jézus Mária, és egyszer pulóverbe, de még úgy néz ki, tényleg úgy néz ki, hogy hú, de fogok fázni, meg iszi, és ezt írt, hogy lekerül rólad minden, és basszus, ott ez a klasszik, ha süt a nap, jó időt tudod, ha elmegy a nap, még hideg. Mi sétáltunk bent a városban délelőtt, és hát ott a Mangalica Fesztivál, meg Országház, meg nem tudom, láthatok az Országházas őrségváltást? Hogy az miről szól? Már korábban láttam. Hát az elképesztő. Minden jó, hát ketten állnak, jön a másik kettő csere. Kettő őrzi az ászlót. Napszínűekben, Benni ott elmegy előtte, rohangál, tudod, semmi, nyilván meg sem mozott, mondom, nem mersz oda menni, kicsit így felékbe billenteni, nem mert, persze, nem mert. Hát, vedd a hajat, te aljas, a gyereket, tudod, nem mersz oda menni, nyúl vagy hozzá, Benni. Nyúl vagy, megcsikizd egy kicsit, nyúl vagy lökni rajta, nem mented a gyerek. Őrségváltás, nem tudom, nem is őrségváltás, ki jönnek, táncolnak, visszamennek, arra, hogy elkezdi fújni a trombitákat, kinyílik a parlamentnek az ajtaja. Kisétál rajta 4 ember. Mint az ólomkatonák masíroznak egy kicsit leföl a lépcsőn, és szembeállnak, megfordulnak, keresztbe mennek, visszafordulnak, majd szépen visszamennek, és becsukódik az ajtó. Na, hogy cserélődik ki a két nem, ember? Nem, én azt hittem, hogy az a kettő, aki az ászlót őrzi, az majd végre már nagyon kell pisélni, mozgódik, végre bemel. De semmi, azokat ott hagyják, de utána ott maradsz, nem mész sehova. Hát vagy olyan gyorsan csinálják, mint az itt a piros, hol a piros, vagy fogalma sincs hol van. Na, kinyílik a nagy kapu, 4 előjönnek a lépcsőn, megállnak a lépcső felénél. Ketten szembe fordulnak egymással, masíroznak egy kicsit, össze-vissza fordulnak, előveszik a kardot, kicsit hesegetnek, most ez bedarrepült, ami darázs, vagy tudatos volt, nem tudom, majd visszamennek és bezárodik a kapu. Na. 200 ember egymásra néz a turisták, tudod, így megrázzák a fejeket, és mennek tovább. Menjünk inkább, megyünk való egy sütit. És mennek tovább, erről szól az őrségváltás. Szenzációs, de azt hiszem, hogy ott lejönnek, meg ott valami van, kardoznak egy picit, majd visszamennek. De hát nem váltanak. Jó. De hát nem vált. Nem is jó szó az őrségváltás valószínű. Hát, akkor azért, erre vártam. Mert hogy mondtad, hogy az őrségváltás, mondom, akkor ezeket nem váltották ott le. Nem. Ez egy ilyen óránkénti bemutató, vagy 2 óránkénti bemutató. Látványmasírozás. Látványmasírozás, igen. Nagyon jó. Kardoznak, visszamennek. Félted, elképesztő. Ezt jó kitaláltak maguknak. Elképesztő. Hát ugye igen. A parlamenti országváltásról láttunk már, ugye? Tehát, hogy ez konkrétan olyan, mint hogyha nem ilyen magyar Michael Flatley. Tehát jönnek, mindenki ugrál jobbra-balra, topognak keresztbe. Melyik, mi ez? Hát a parlamenten belüli őrségváltás. Ja, belüli, azt nem láttam. Hát azt kitaláltak. Megy a tánc? Hát ott biztos, hogy van valami, nem tudom, egy Kossuth Díjas tánckoreográfus készítette azt. Még utolsó leheletével. Vagy és 5 évet tanulják, megtanulják a váltást. Ja, igen, szóval nagyon szenzációs, de az idő az egészet elképesztő volt. Egy órát ott sétáltunk, tök szépen megcsináltak, én még nem voltam ott a parlament előtt, meg az egész Kossuth tér, gyönyörű ott az aluljáró, meg a szoborpark, Kossuth szobor, nagyon szépen megcsinálták.
tényleg, tényleg nagyon, nagyon szép a térkő, amit leraktak, gyönyörű volt. Nyáron menjetek, mert ott van ilyen vízporlasztás, azaz, mikor marha meleg igen. van, két oldalt meg hűtött tér. Hűtött tér, hűtött két tér. Oldal, és őrület, mindenki benne áll a izében a vízpárában, nagyon, nagyon jó, jó. Ez tényleg jó. Van egy ilyen szakadék rész, ahol ketten majdnem beestek, egy idős csinál, meg egy fiatal, azt nem teljesen értem. Szembe a parlamenten van egy rész, amit ha te hátrálsz a parlament, akkor nem látod, hogy mögötted egyszer csak eltűnik az út. Kossuth-tér Tajgetosza. Az támadás esetén van, az azért van. Ha megtámadják őket, igen. oda behullik a nép. Én arra gondoltam, azt beszéltük. Marika, menj még egyet hát, még Uff. Egyet hát, még egyet, mert nincs benne, még egy... Marika, ne bóckodj, hol vagy Marika? Én arra gondoltam, hogy ezt azért építették oda, hogy ha tüntetés van, akkor kevesebb ember látszódjon. És akkor azt tudják mondani, hogy nincsenek olyan sokan, mert ott egy olyan 500 ember el tud tűnni abban a mélyedésben. Én látom, 680 vannak. Igen, mennyien vannak? Már csak 300-an, mert 300 beesett. Na, hétvégén mindenkinek jó volt, gondolom, rendben volt. Jó volt. Hát ettől függetlenül, vagy ettől eltekintve, hogy mondjuk pénteken szakadt, szombaton szakadt, de ott volt ez a vasárnap. Na, hát ez, én nem is tudom. Ez gyógyír volt a sebekre. De hogy vigasztaljalak egy kicsit, megmondom neked, hogy mit látok a telefonomon. Kett szakad, szerda szakad, csütörtök szakad, péntek szakad. Jó, én azért bízom benne, hogy majd valamikor ennek vége szakad. majd valamikor ennek vége lesz, ez egész biztos. Na, azt mondja, Bács, ne trollkodj, tök jó az őrségváltás. Nem trollkodom, de hát azért véleményt lehet mondani valamiről. Tehát, hogy ez nem trollkodás. Hát nem tudta értelmezni. Nem tudtam értelmezni. A funkcióját nem látom. Igen. Tehát, hogy jó, aranyos, meg szép, minden, csak nem cserélnek. Igen. Ugye? Igen. Vagy lehet ez a masírozás hazatájra, te személyednek szólt. Az lehet, látod, ott van. Menjetek ki gyorsan, kardozatok! A kocsinom, Jankó, csont, és karabélyom. Kardozunk ki! Szép sejmes lód. Üss meg, megvédem magam. Nem, ahhoz képest nagyon összeszedettek voltak, tehát volt benne rutin. Mennyien voltak a Mangalica Fesztiválon is? Atya, úristen. Sokan, nem mentünk be, csak oldalról láttuk, egész 6.-5. kerületben ilyen szalonna, fokhagyma szag és kolbász szag terjenget, tehát már a parlamentnél lehetett érezni, hogy Mangalica Fesztiválban, de elképesztő. Terjengett a jó illat, de nem mentünk oda. Na és mi volt Kevin? Jó volt? A foglalkozás elérte célját. Helyes. Ahogy szoktunk volt mondani, itt van az asztalon az áldozat. Aha, láttam, hullott állatok hevernek az asztalon. Csökkent a populáció. Hát Istenem, ugye ez a funkciója, ahogy szoktuk volt mondani, de hoztam uborkát is, tehát a szó nem érhető. Ja, igen, de így az uborkákat is mészároltátok. Igen, az uborkák is elhullottak, és a sertések is. Nagyon-nagyon jó volt. A jubileumi szakadó esőbe el tudt képzelni, szerintem. Az, igen, hát gondoltam rátok, hogy ez nem lett annyira. Nem éreztük, baj nem volt belőle, azért nem éreztük, mert nagy sátrakban vágtuk a disznókat. Igen, röfik vártak az esőnapot, de sajnos nem. Nem maradt el. Igen. Megmenekülnek, igen. Megúszuk. De ő esik, ezek nem mernek kijönni, de kimertünk, úgyhogy jó volt, nagyon. Jó van. Adtatok az állatoknak. Láttam, hogy ez nem Pite, mert hogy kis grófó volt az esti fellépő. Hallod? Ez megszaladt akkor. A mindenség. Már nem azért, mert hogy ugye legendás a jubileum érted. És azt hittem azt, hogy ez egy Def Leppard, vagy ez nem tudom érted. Mit keresne az milyen lenni? Nem tudom, nem tudom, Scorpions érted, ezt most úgy mondtad. Ezért nagyon durva volt kis grófó fellépőn. Napi 4 haknia van, nem tudom, a Vámos Egyházi Művelődésháztól kezdve mindenhol érted. Ki mivel főznál nekünk is kis grófó. A Zsaracki az neked semmi előtte? Láttam, nem csak a 20 évesek ki a világ, de láttam. Hát Aracki a legnagyobb ki. Egyébként tényleg, hogy jó, hogy mondod, mert ő már 50 éve király. Na, ugye, kis grofó még nem olyan régen. Kisgrofó aranyos volt. Mindenki puszi benneteket. Egyébként, és biztos vagyok benne, hogy a következő ilyen eseményre, ahol én hivatalos vagyok, csináltatni fogok egy olyan pólót, ezt nem tudom, emlékeztek. Hogy nem vagyunk együtt. De igen, hogy egy darabig ment a neten. Nem a tudom, hol vannak. Hangmérnökök szokták hordani, mert a hangmérnök ugye ül a színpadra szembe, és mindenki őt kezdi el böködni, hogy miért nem hangosabb, és akkor csináltak egy, és én is ezt fogom mondani, nem, nincs itt a Balázs. Nem, a Jani nincs nálam. Nem járunk együtt, hiszen te se vagy a kollégáiddal. Mert mindenki ezt kérdezte, de állandóan, és egy idő után így terhes. És mondod, hogy ne, tényleg nem, hidd el, hogy a Jani nem szereti a disznótot. Nem, azért nem, mert vegetáriánus, tudod? És akkor próbálod elmagyarázni, úgyhogy egy ilyen... Nehezen ment át, Igen, az üzenet, hogy nem vagyunk együtt. Egy pólóval fogom demonstrálni. Nincsenek itt. Nem hiszik el. Tényleg bármi másra nagyon szívesen válaszolok. Igen de ők nincsenek. Nincs. Ők nincsenek itt. Ez egyébként jót is jelent. Ez ki aranyos, jó ingölnek kérdése. Nagyon könnyen le lehet őket fagyasztani. Feri és Balázs, hol van? Mondom, ki nem női vécébe szeretkeznek. És így tudod így. Akkor megyek, kérek egy autóra. Ne jó, akkor a nevezési díjat kérdem.
Igen. Ha én például egy szombaton teniszversenyen voltam, gyerekek. Jaj, a szenior! Hát szenior! Ja, bocsánat, a szenior verseny. Ez egy mediterrán verseny volt. Nyertünk? Várj, csak szóval valaki. Három sima zakó. Ne csináld. Nem már. Olyan csúnyán ránk pirítottak a szeniorok, hogy az egy meccset nem tudtunk behúzni. Kóborék. Hát a korosztály az erőse 60 plusz volt, de volt a fiatalabbak is, tehát 50 pluszban mondjuk. Ha. Sansztalanok voltunk. Úgy helyrejtettek bennünket, hogy ne. Öröm volt nézni. Állófogadás, vörös szőnyeg, cuccoknak, kaja, pia, egy pár ezt benyomtunk az elején, gyorsan, hogy jobb a kis kolbász. Okos. Fél óránként kellett pályára lépni, hát nem sok időt töltöttünk. Nem sok időt töltöttünk a pályán. 6-1-6-1. Egyszeres meccsek vannak ilyenkor, ja. És ilyen, hát a legjobb eredményünk az 6-3 volt. De az is szerintem megsajnáltak bennünket. Nem, ez a páros, ez egy nagyon más világ. Ez egy nagyon más világ. Úgyhogy őrből a szájuk, adjunk már nekik. Igen, nagyon szomorúak, valami legyen már. Úgyhogy hát nem, hamar elvéreztünk. De egy arcoskodva nyomtátok? Nem, tudtuk. Nem volt bevonulás, hello, szevasztok. Igen. Kicsit levegőbe csaptunk az ütővel. Nem, tudtuk mi azért, hogy a páros egy más világ, mert csütörtökön mi játszottunk már egy felhozó meccset, és már ott rendezték az erőviszonyokat. Volt egy 68 éves partnerünk, meg egy 72-73 éves partnerünk. A felhozó meccset mi gyerekek az ellenfelet felhoztátok? Szánalomból játszottak velünk egyet, hogy megsajnáljanak bennünket, sima 6-2-6-1-re úgy kikaptunk, mint a húzat. Teljesen más világ. Úgyhogy egy órára már az óany alatt álltam. Nagyon jól sikerült. Jó verseny volt. Kérdezték, hogy megyek este a diátadóra, ami a Vigadóban volt. Mondom, köszönöm. Mindenki. Nincs igazából. Milyen volt a hétvégi program? Hát családbarát, hamar otthon volt. Igen. És a celebritások között ki volt, aki iszonyatosan penge volt? Nem tudom, nem láttam nagyon, mert hát nem voltatok sokan. Nem voltunk a túlságosan sokat, meg igazából ilyen képernyős, olyan hírességek nem is nagyon voltak, tehát inkább politikusok voltak, újságírók voltak, tehát nem tisztelt ász. Tisztelt ász, igen. Vali egyébként. Tehát egy-két miniszter, tehát olyanok voltak, akik nem úgy celebritások, hogy mit tudom én, a képernyőről ismerni őket az ember. De hát... Hamar, mondom. Mondd, Viki hívott egy, hogy akkor most jönnek a Bennyvel megnézni, mondom, és engedd el, már egy perc is a kocsiba ülök, mondom már, úgyhogy megyek haza, úgyhogy nagyon gyorsan rendeztek bennünket. Nincs szerintem, hogy 68 és 72 éves ember beáll a hálózé, tűz, szépen letesz minden. Honnan tudja? Én nem tudom rajta átütni. Miért nem tudom átütni? Ütöttük erőből brutálisan neki, testre, tudod, finoman, meg mindent letettek a hálóhoz. Öröm volt. De sportszerűek voltak, utána gratuláltatok, és Ján morzsoltak, hogy hülye. Hát nem volt, igen, elloptuk a vizes kulacsukat, és mindenféle gonoszságot csináltunk velük bosszúban. Persze, sportszerűek voltunk, meg gratuláltunk, meg nem mondtunk. Na, itt van egy kis izotóni, és... Nem, nagyon jó hangulatú kis verseny volt, nagyon jó volt a szervezés, meg tényleg nagyon, nagyon klassz volt az egész. Hát nincs ott keresni valunk. De most elhatároztuk, hogy most párosozni fogunk sokat. És jövőre megmutatjuk. Jövőre most mindenkit elaltattunk. És jövőre ott leszünk a Vigadóba. Mi fogjuk átvenni az első helyet. Mindig át kell nézni a nevezési listát. Tőlük tavaly nagyon kikaptak, ezt most hagyjuk, jó, hogy jövő héten valami. Oké, ezek még nem csak ismerik. Betegek lesznek már egyszer. Úgyhogy, hát igen, izgalmas volt. Na mindegy, ez volt. Nem voltunk túlságosan sikeresek. Na megmutatjuk gyorsan akkor, hogy mivel foglalkoztunk pénteken. A reggel ismétlésünk az Kovács Levente és Szabó Norbert volt ugye a vendégünk, átevezték az Atlanti-óceánt egy szál kajakkal, nagyon szerettük a beszélgetést, két hihetetlen fiatalemberrel van szó, akik tényleg nem más, mint egy kajakkal, egy kis lélekvesztővel evezték át az Atlanti-óceánt, mi pedig meghívtuk őket ide, hogy meséljenek nekünk végig egy ilyen túrát, hogy kell elképzelni, úgyhogy hát hívtak bennünket, itt voltak, hívtak, meséltek, így van, hát mi hívtak, hogy köszönjük őket. Úgyhogy megmutatjuk, mi történt velünk pénteken, aztán pedig jövünk a hírek után, ti pedig jelentkezzetek játékra, mi jövünk nem sokára. 3:47 múlt pontosan 2 perccel. Itt vagyunk és folytatjuk. Hát igen, szakadó eső van. Még mindig, sőt, hát az előre jelzések szerint ez is lesz. Még egészen sokáig egyébként. Hát bízunk benne, hogy ez kicsit változik. Azt nézem, hogy milyen SMS-eink vannak. Fekete fejjel játékra jelentkeznék, Ági vagyok. Igen. Szuper. A legjobb a témakörben. Szeretnék kikapni, üdv Robi. Szeretnék kikapni, üdv Robi, igen. Igen. Van, aki ezt szereti egyébként. Fura ízlés, de szeretik. Lányfalu Tahi felüli részén mér a Yard, a Szentendrén felé haladó forgalmat. Köszönjük szépen. Beli, olvastad a vasárnapi cikket az Uberről, az Indexen? Uberről? Nem olvastam. Nem nagyon tudtam internetezni hétvégén. Majd elolvasom.
kíváncsiak, hogy mit írnak. Most nem tudom, mit, hol tart az ügy éppen. Majd, ha valaki elolvasta, elmondja. A BKK Facebook oldalán pedig fenn van, hogy Cserpen a Völgy utcát lezárták az Erdőalja utca és a Kölcsei utca között, mert a csőtörés van. Úgyhogy, ha valaki arra jár, akkor arra számítson, hogy az ott arrafele közlekedő buszoknak a menetrendjét az érinteni fogja. Illetve az útvonalát elsősorban. Tehát Csepelen, Völgy utca, Erdőalja utca, Kölcsei utca között. Úgy van, úgyhogy ott is figyelj mindenki, Lányfalu tai felül részén, de ezt pedig már mondtam. Na jó, megnézzük, hogy ki a hét első játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, hello, hogy hívnak? Szia, Irén vagyok. Irén, hello, Irén, honnan hívtál minket? Morról. Morról, na. És mivel telt a hétvégét, hogy vagy, mit csinálsz? Most épp várok a vendégemre, mert dolgozni készülök, és pihentem a hétvégén. Vársz a vendégernő, hogy dolgozni készülsz, mit csinálsz? Műkörmezem. Ki az első vendég, tudjuk? Igen, tudom, persze. És milyen körmet kért? Hát még nem tudom, hogy miért fog. Hát de várja, kezdjük úgy, hogy fiú vagy lány. Igen. Hát ugye? Gondolom, lányok hát jönnek. Ma már ezt nem lehet tudni. Ma már nem lehet tudni. Van olyan pedikűrkezelés, ahol még te is felordítasz, hogy úristen, gyere Marika, ilyet még te se láttál? Nincs ilyen? Találkoztam olyannal. Igen? Úristen, Marika, gyere ide, Jézus Isten estét meg. Hát nem Marika volt, de találkoztam, igen. Igen, atya úristen, levette az oknyát, és mondta, hogy Jézus Mária, mikor járt itt utoljára valaki? Sürgős műtétet javaslok inkább. Na, kivel játszanál, Irén? Balázsral szeretnék. Ajajajajaj. Velem? Hát akár. Ha te vagy a Balázs. Már furán mondod, hogy Balázsra szeretném. Jó, tegeződhetünk. Oké. Okay. Jó. Jó játékos vagy, Irén? Hát még nem próbáltam ki, de igen. Remélem. Jó, megnézzük. Ha nem izgulsz, akkor meg tudod nyerni. Jó? Remélem. Na figyelj ide. Jani? Tritulva fel. Várjál, erre meg rá se tudtad nyomni. Itt vagyok, Irén. Én is. Itt vagy? Persze. Hol? Itt? Mórom. Mórom vagy? Kozmetikában? Műkörmös üzletbe. Műkörmös üzletbe? Mit csináltál hétvégén? Ettél? A családommal pihentem. A családoddal pihentél? Uh-huh. Az mit jelent ilyenkor? Aktív pihenésed? Persze, a kislányommal henterektünk az ágyba, és néztük a tévét. Két napon keresztül? Áne. Hogy? Anett? Anett? Na kis Anett? Na kicsi Anett? Nem pergett az ágyban a kicsi Anett? És mit néztetek a tévében? Adást. Azt gondoltam csak, hogy milyen típusú műsort? Szerintem vígjáték volt. Uh-huh. Nálatok is rossz idő volt? Itt vagy? Haló? Itt vagyok, most gondolkodom, mert... Mi gondolkozom? Szombaton esett az eső. Főzöl is? Persze. Mit főzti hétvégén? Jót? Finomat? Rizsás húst. Rizsát? Hát ez csak az egy játékot. Minden megtettem, minden megpróbáltam. Minden megpróbáltam. Jól van, Irén, na odaadjuk. Tessék? Nyertem. Figyelj, túl sokat nem beszéltél, de elég volt arra, hogy... Hello, még egyszer. Elég volt arra, hogy megkapda az a díjat, jó? Jó, igen. És képzeld el, hogy minden dedikálásnál ezt végigcsinálja Balázs a kitelepüléseken. Ugyanígy elbeszélget minket. De ugyanígy. Igen. Hát, ügyes voltam. Köszönöm. Egyszer azért volt kegyelem. Egyszer megkegyelmeztünk, de hétfő van. Igen, amikor csak az első két betűk mondtam ki, igen. Igen, a kis Anett, ugye? Hát ismerjük a kis Anettet. Hát igen. Behemperegtetek a kis Anettel egész hétvégén. Köztársaság jellik uras kegyelmet kaptál. Igen. Igen, ott volt egy kis kegyelem. Na jó, van, megadjuk, nem vagyunk ennyire szörös szívek, úgyhogy küldjük az elnékcsomagot, jó? Nagyon szépen köszönöm. Jó van. Ciao, hello. Szia. Fiúk, voltatok a Sztorigálán? Kérdezi valaki. Hát én el is utaztam hétvégén, meg nem is voltam itthon, meg itthon is voltam egy kicsit, úgyhogy nekem több minden volt. Én nem voltam, de szerintem ti sem voltatok a Feri, szintén nem volt. Nem voltunk itt, pont az egyik újság címlapján olvasom, hogy Pataki Attila egybelépővel ötöd magával akar bemenni, és nem engedték be a gálára. A legjobb. Igen.
De nem voltunk, idén kimaradt. Idén nem mentünk. A Huiber meg nem akarta fölvenni állítólag a kis karszalagot, mert hogy egyébként mindenkinek fel kell venni, aki bemegy. Hát ez egyébként bármilyen rendezvényre mész manapság, mindig éppen kapsz jegyhelyet, meg mit tudom én, kis karszalagot, ebben semmi meglepő nincsen. Ő nem akarta fölvenni, és ő nem megy be. A szabadságában érezte magát gátolva biztos, hogy egy ilyen karszalag van rajta. Nem érte. Aha. Nem érte, úgyhogy Cintia ment be, meg a barátnője. Igen, és ő se ment. Ő nem. Ő azt mondta, hogy őt nem lehet megszalagozni. Hát ő egy öntörvényű pali. Igen. Hát ő egy öntörvényű pali. Micsoda lázadás. De függetlenül megtartották a gálát? Vagy hát mondták, hogy ha Huber nem, akkor nem. Nem megyek bele, jó, nem is vesz kész. Nem, akkor sem megyek bele. Jó, van, oké, na, lapozzunk már, menjünk. Igen, ki akar bejönni, igen, önök, picit rá lefelé. Akkor sem megyek. Nem értsék, és ott toporzékot kéne szakadni. Nem szabad ember vagyok, jó, csak akkor egy picit arrébb legyél már szabad. Egy van, igen. Na jó van, szóval, hogy nem, ez most idén nekünk kimaradt, így van. Nézegetem a képeket, sajnálom is. Viszont egyetlen dolog van, amit sajnálok, az, hogy nem látsz a Medvecskiről a tárcát. Megint? Mert megint táncolt. Lejtett egyet? Igen. Esett vagy nem esett? Nem. Már nem az eső, hanem igen. Nem, most nagyon stabil volt. Stabilanál? Most stabil volt, igen, mert leszögelték a szőnyeget. Én ott voltam, mikor elvágódott. Nem messze tőle álltam. Az egy szerencsétlen kimenetű baleset volt. Majd föltette ugyanúgy a lábát a földről, mint a műsor része lenne. Az igazi profi. Megállt a kanál, a párfé tortából. Az nagyon durva. Elvágódott balra, és feltette ugyanúgy a lábát. Olyan, lentről a földről. Mondtam, nem kell föl, oda nem kell föl. De föl kell, olyannyira, hogy felemelte a lábát, és lent a földről, ugye nagyon rutinos eleső lehetett, mert lent kell maradni. Ugye felállsz, az olyan fura, de ha lent maradsz, akkor az, az sokkal kevésbé kellemetlen. Egy után zavarba hozod a nézőket azzal, hogy ott maradtál, és akkor az van, és mosolyogsz ráadásul, mert azt hiszik, hogy tényleg a produkció része. Na, és ő ezt csinálta, elesett, és abban a pillanatban, hogy elesett, kicsit így megtántorodott, tudod, de utána nyújtott egyet a lábán fölfelé, mintha ez egy kéz föl, mintha ez a műsor része lenne. Mindig bedobsz valamit, ki van. A kőprofi. Ő kőprofi volt. Úgyhogy tánc most is volt. Volt, de most akkor nem esett el. 5 perc van, pontosan 7 óra, várunk friss közlekedési híreket. Jó, írjátok meg, hogy mi a helyzet, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 7 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek! Avancsi, egy jó Avancsi! De jó is jó, az! Avancsi, a szemem is kifolyt, annyira jó volt. Avancsi, Adam Lambert, gyerekek, ez szólt. Egy jó hétfői, kicsit átpörgettük, megpörgettük, betoltuk ezt a hétfői szeket, ami egyébként ezen indul, mert hogy sötét van és esik az eső, és hát egyelőre nincs sok okunk arra, hogy bizakodjunk, már ami az időjárás illeti természetesen. Szomorú! És mire bizakodhatunk? Igen. Te azt mondtad, hogy erre nem, de akkor hát mire? Bármi másban, az időjárásban nem nagyon. Az időjárásban nem nagyon lehet bízni. Milyen tempóval mennek a felüljáron? Amennyivel lehet, János. Csak kicsi a rés, amit lát, és gyorsnak tűnik, tudod? Igen. Tehát ez relatív, így van. Tehát, hogy nem ők mennek gyorsan, csak egy nagyon vékony része látsz át a két függöny között, és ott nagyon gyorsnak tűnnek. De elhúzod a függönyt, akkor rájössz, hogy teljesen normálisan haladnak a felüljáron. Most is vigyel. Hoppá! Na? Túltoltad a kávét kicsit? Mi történik? Az érzékeim kiélesek. Igen, teljesen normálisan. Legalább haladnak szegények, lehet haladni. Na, azt mondja, hogy nézzük, mit írnak hallgatóink. Mi a helyzet az utakon? M6-os 127-es kilométer Budapest felé 3 autó. A külső és leálló sávban törmelék az úton, óvatosan kerülni, szerelő küldte nekünk. A hétvégén egy rakás baleset volt egyébként, emiatt a rossz idő miatt. Éppen olvasnám a közlekedési híreket. Ja, bocsássatok. Két autó ütközött össze az M6-os Szekszárd északi lehajtója után Budapest irányába, sok a törmelék az aszfalton, szakad az eső. A hatoson Paksnál a Pécs felé tartókat mérik, üdv, sas, vigyázzon mindenki. Aztán azt nézem, hogy Leányfalú, Tahi felüli részén. Leányfalú. Ákos így mondja, jó? Ákos így, Leányfalú. Ez a hivatalos. Tahi felüli részén ér a Yard, a Szentendre felé haladó forgalmat, úgyhogy ott is vigyázzatok. Na, mi volt hétvégén? Az a nagyon fontos, ami nem váratott még 4 másodpercet? De nincs sértődés Leányfalúgyak, ugye? Jó, na, oké. Mi volt? Mi történt hétvégén? Hogy rengeteg baleset volt a hétvégén, pontosan abból kifolyólag, hogy rengetegen esernyőnek használják az autót, és nem veszik figyelembe
a szegény gyalogosokat, mi? A látási távolság, de most komolyan. Most nektek kell figyelni, gyalogosoknak, csak mondom. Ilyenkor nem lehet jó kilátni a kocsiból, esik az eső, szélvédő, akármicsoda, ilyenkor te figyelj. Kedves gyalogos társaim, figyeljünk oda az autósokra, így csak van. Óvatosan, nehogy bajt okozzunk. Mi jobban látszunk, nehogy, mint ahogy ti látszottok. Nehogy sérüljön az autótok. Jöttök a fekete kabátotokba, érted, egy ilyen nyomoronc időben, nem lehet látni, az utcai lámpákat már lekapcsolták, nincs világítás, kilépsz, puff, már véged is van. Társaim, a fekete kabátokat ma hagyjátok otthon, ha lehet, kicsit zöldet. Egyébként tényleg nehéz őket észre venni. Azt, hogy mikor beszéltek a valentin napi párosra, már nagyon kíváncsi, hogy mi történt. Hívjuk őket 9 óra után. Hát én láttam egy-két dolgot. Na, nem akarok egy kis videót. Majdnem. Láttam, majd 9 után elmondom, hogy mit láttam. Nem akarom előni. Mert a Juli küldött át egy-két fotót, amit ott lent készítettek magukról, és meg van... Jó kép? Mi van vele? Ebben a korban már ennyi is elég, hogy elmesélem. Nem lőttem el a dolgot, mert ha ellőném, akkor nincs értelme, hogy a 9 után beszélni velük. Én csak tudom, hogy tudok bizonyos részleteket már a hétvégével kapcsolatban, és 9 után hívjuk Patrikot. Pénteket 4-kor ránéztem az órámra, és arra gondoltam, hogy most veszi fel Patrik Dorinát körülbelül. Basszus, az a durva, hogy én is gondoltam rájuk, még talán péntek este, vagy szombat este a Viki, vagy én megkérdeztem, hogy mit csinálnak szerinted. És én, a Viki kérdezte tőlem, vagy én tőle, és én mondom, hogy szerintem dugnak. Bocsánat. És akkor Viki mondta, hogy szerintem nem, már az első este, tudod, és ránéztem a feleségemre, mondom, hát milyen konzervatív. Nem emlékszel, hogy mi? Együtt kell megöregedni az asszony Bajti valakivel, már úgy emlékszünk, hogy ó, első este, hát micsoda fertőr. Mondjuk, dehogy is, szerintem nem, hát első este, dehogy is, nem. Hát mondom, remélhetőleg jól sült el a dolog. Aztán az is lehet, hogy két különböző szobában már átcsekkoltak, és mindenki hívogatja a barátját, meg a barátnőt, hogy Jézus Isten, gyertek le, valami legyen, mentsetek. Ki. 9 óra után megtudjuk az igazat. Fél 5-kor is az órámra néztem, mert már félreálltak egy parkolóba. Csak? De. Igen, már megálltak a szemétégetőnél. Ez egy romantikus valentin napi hétvége volt, ami nem kifejezetten arról szólt, hogy szexelni mennek, hanem mint lehetőség ez is benne volt. De ha már benne volt, akkor azt szeretnénk tudni. Hát ugye tavaly sem lett végül is ebből semmi, legalábbis a hivatalos verzió szerint nem lett belőle semmi. Hát ez így is, úgy is elsülhet, vagy elsülhetett. Meglátjuk, 9 óra után felhívjuk őket. Többször kéne ilyet csinálunk egyébként. Jó, rakjunk be még egy valentin. Lenne egy húsvéti pár, egy március 15-ei pár, egy augusztus 20-ai pár, tehát minden nagy nemzeti állami ünnepre lenne egy hétvége, ahol a szinglik egymásra találhatnának, nem? Új kenyér ünnepére, új kenyér ünnepre. És most az új húsvét, kenyér, karácsony, pünköz. Dagasszátok a kenyeret, dagasszátok. Tehát többször kellene ilyet csinálni, mert jó egy kicsit így kukkolni, mert ez nekünk kukkolás, meg az egész ország nagy. Egy nagy kukkolás. Hát én nagyon csodott leszek, hogy az lesz a legizgalmasabb pontja hétvégén, hogy kétszer szedtek a brokkoliból, meg mit tudom, mit kérdettek. Sétáltunk egy nagyot kint a jó időben, vagy mit. Nehogy már ilyenek legyenek a sztori. Én hiszek Patrikban. Igen? Hogy odaért, Patrik? Nem annyira, mint mondjuk a hét elején, mert ugye, hogyha ha olyan lett volna, mint amilyennek én hittem őt, mondjuk szerdáig, akkor ugye Timit vitte volna el, a szerdait, mi szerdát. De a saját kívánalmadat ne vetítsd már rá erre a szegény Patrikra, hogy te belezúgtál a mi szerdába, ne, te oda vagy. A saját kívánalmadat, hogy indulnék el, akkor két nőt vitt volna. Ja. Akkor szerdát csütörtöket, és a csomagtartóba, és keddet az anyasülésre. Igen. Nem, az kamu volt, hogy ő a szerda és a péntek között gondolkozik. Nem gondolkozott ő a szerda és a péntek között, az betolta azért, hogy ne tűnjön annyira a kis gyáva nyuszinak, hogy ő a pénteket viszi. Az egy kamuduma volt. Nem volt valódi gondolkodás, mi szerdán. Amit ő pénteken tolt, az kamu volt. Szerdán érezted, hogy ő már menekülett. Hát úgy megijedt, hát ott azért a kis lett a bugyi. Nem akció voltak, a 11. A kis lett a bugyi. Ott egy picit Patrik berossált egy nyulam. Igen, tehát ott érezhető volt. Léci, mondjátok, hogy igen, esik az eső. Ha még egyszer valaki megkérdezi, mikor meglát talpig eső kabárban, hazamegyek, éhen maradok. Jogos. Üdvegy ételfutár. Esik az eső? Nem leöntöm magam egy pohár vízzel, mielőtt bejövök. Igen, ezt megcsináltuk valamikor. Egyébként ez egy jó adás volt, amikor a leghülyebb kérdések, amit te egy nap 100-szor hallasz. Ugye, tehát a pocakos nőknek a terhes vagy. Megjöttél a szakadó esőben érkező ételfutárnak vízes ruhával, esik az eső című kérdések, tehát amit nem akarsz kérdésként hallani, igen. Na, mielőtt a témába kezdenénk, azt írva, aki itt a nőnap, mindjárt csináljunk egy újabb hétvégét. Jó. Nőnapra is lehetne egy ilyen vakrandi. És akkor a csajok választhatnának. Legyen húsvétnál új húsrandi.
Jó, fotót küldjenek a férfiak, és csak újhúsan. Hogy csajok választhatnának? Igen, hát nőnapra ezt kapnák a nők ajándékba, hogy ők választanak. Hogy egy nő lenne egy sok nő. Pasi? Igen, tudjuk, ezt már megbeszéltük, ugye, hogy ebben az izgalom pont a fordítottja. Igen. Hát de nőnapra meg valamit azért csak kéne adjunk. Közülünk választanak. Nézd, hát amennyiben lebeszélhető ez a te életed párjával és az én életem párjával és Feri életed párjával. Benne vagy? Hátha. Tessék? Hátha. Elengeded a Balázs? Én felvetem. Elengeded? Nem. Közülünk választhatnak, Viki. Az lesz a nőnapi ajándék, hogy velünk egy hosszú hétvégét. János felvetett, hogy válaszoljon közünk, erre mondtam, hogy ahhoz van egy pajzs, amin át kell menni. Nagyon szívesen azt megnézek egy ilyen Mónika és XY, Viki és XY, tehát azt én azért arra egy ilyen doboz popcorn, hogy benevezek. Biztos, hogy nem engedne. Viki enged. Nem az, hogy Viki téged enged, nem, hogy a Móni ezt úgy lebeszéli a jelöltel, aki téged vinne. Hogy mi a hátradőlünk, veszünk egy kis nácost, és akkor a két csaj lebeszéli. Anya, fog már fel, ez meló. Adást kell csinálnunk. Azt hiszed, hogy nekem akkor a szórakozás az elmenni ezzel a csajjal egy egész hétvégére? Felleszelgetni, pezsgőfürdőzgetni, minibárazni, meg. Baldahínos ágyban. Asztal meg az a Aj, ne is mond. Baldahínos ágyban felkelni rózsaszirmokkal? Ott azt megnézném azt a vívást. Ki fog szólni? Ki kormol? Na most meg. Szerintem telemenne. Intelligens, értelmes asszony tudja, hogy Peter döglik elég, hogy kell műsort csinálni. Azt mondja, persze, Jani, megértem, műsort kell csinálni. Persze. Érezzétek jól magatokat? Így van. Igen? Nem. Most átgondoltam, nem. Én azt gondolom, hogy ez egy telefon megérne, de hogy ez valóban így nem lesz semmi. Hát vagy ő is jönne, és így két asztallal alébb ott ülne, és így folyamatosan figyelni. Apika, api, látlak. Tudod? Igen. Apacska! Hol a kezel? Igen. Elnézést, mindig le tudnak a terítőt arról az asztal? Nem látom, hogy mi történik az asztalon. Igen. 9 után kardiológiára van időpontom. Nem lehetne most elmondani, mi volt Patrikékkal a hétvégén? Már az infarktus kerülget a kíváncsiságtól. Hát a kardiológiára mész, Timi, ne idegeskedj. Fent lesz a weben, jó? Te lesz és orvos, akkor podcastben vagy interneten a morningshow.eu vissza tudod hallgatni nyugodtan. Lehet, hogy nem beteg, lehet, hogy orvos. Rendel. Igen. Na! Hát nem hiszitek el, mit találtam. Nem mondod. Nem hiszitek el, mit találtam. Hol? Interneten. Van egy egyetem, azt tudjátok mi, nem nagyon voltatok a közelébe, de az megvan, hogy az mi. Nagy fura ház, sok fiatal. 5 évig kell bevenni, tudod, mert nem minden órán kell megjelenni, nagyjából megvan, mi történik. Én oda jártam most. Ja, lehet tovább tanulni a szakmunkás után is? Azért mondom, hogy hallottatok erről, maga egyetem. Tehát, hogy van ilyen intézmény, egyetem. És egy teljesen meglepő, de hivatalos kurzust indítottak el, méghozzá a Pécsi Egyetemen elindították a diszjoké kurzust. Hey, de jó! Hát ezt mondjuk álmunk közül elsősorban téged éri. Ha konkrétan elgondolkoztam rajta, hogy mi lenne akkor, ha egy fél évet járnék DJ Otiként erre a kurzusra, csak nem lehet levelezőként elvégezni, és ez egy hivatásos kurzus, ahol te elvégezhetsz fél évet, DJ tanfolyamot vizsgázni kell belőle, és pluszpontokat szerezhetsz egyébként a kurzus által. Fél éven keresztül tanítják, hogy mi az a ritmus, hogy kell keverni, hogy kell két dalt összekeverni, és DJ-t csinálnak belőled. Jó, és állítólag nálad, vannak hallgatók, akik erre elmentek. Nálad visszakérdeznének azért, hogy te mit akarsz itt, tehát neked katedra kellene, nem pedig beülni, és tanulni. Ott vagyok, az órát megnyitok. Tudjuk, ki vagy. Zeneelmélettel ismerkednek, ritmus tanulnak, és utána megtanulnak dalokat rendesen összekeverni hivatalos egyetemi képzés keretein belül. És igen. Akkor mi ebből diplomát szerezhetsz? Vagy ez nem, a szak, vagy ez csak egy ilyen kiegészítő kurzus? Ez egy ilyen fél év, egy év, amit te ezzel töltesz. Ez egy fél éves maga a szeminárium, és krediteket kapsz érte. Az nem tudom pontosan, mit jelent, lehet, hogy pluszpontot jelent ez, vagy beleszámít majd az év végében, nem tudom. De fél éven keresztül te tudsz DJ-skedést tanulni egyetemen. Ezt bevezették. És ezt elfogadták, és működik. Ez a szeminárium. Dévényi Tibi bácsi tanít, vagy? Nem hiszem, hát, ezért azért már túlhaladott a szakmai. Ő csak a kuratóriumi tag. Nem, vizsgabiztos. Szakmailag. Vizsgabiztos, bendül a Bétót, bendül a Dévényi, és akkor ők a vizsgabiztosok. Azt nem tudom, hogy vizsgázol belőle. Tehát lehet egy Avancsit, és egy Jason Derulőt össze kell keverni. Szépen Otikám! Légy oly kedves, kérlek, invitáld meg egy kis közös mozgásra a kedves közönséget. Parancsolj le! Érezd a ritmust, lássam a kezeket. Ötös! Keverj össze nekem egy Bonnie Tyler és egy Abba!
klasszikus, de Tibi bácsi. Hát, de megérzem a vágási pont. Na, felhívjuk mindjárt azt az embert, aki tartja a kurzust. DJ Somod Imre. Ja, azt mondom, DJ Voksán Virág. DJ Somi. DJ. Hát DJ Voksán Virág. Előadó azért lehetne. Én kíváncsi vagyok erre. Voksán Virág. Igen? Persze. Jó DJ? Állítólag jó egyébként. Ő az, aki mesztelenül van, vagy félmesztelenül? Nem. Már olyan nincs is. Nincsen? A Niki Belucsi volt, de most már ő sem top lesz. DJ. Nem. Már adtak rá ruhát. Minden jó el. Egy ideig top lesz volt, utána leragasztottam. Szigetelőszalaggal. Igen, hát vagy. Leokoplasz. Bimbo tapaszt. Szigetelőszalaggal. Szigetelőszalaggal. Úristen, ipari, tapéta ragasztó. Lajos bácsi, nem van Niki, mondjad, mert sietem kell, csak gyorsan mondjad, mert meg be kell húznom három légkábelt. Egy kis szigetelőszalaggal tudna adni? A csíkosból. Figyeljetek, az Anna mit rohangál itt, mint a mérgezett tenger? Nincs telefonja, képzeld el, ott az övé megszűnt, ezért innen, csak innen tud bent. Jó, ja, innen telefonál. Na, itt van a kurzus vezetője, DJ Somodi Imre. Hello, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, szia! Jó reggelt! Hello, mi? Hello! Először is, hát hogyan lehet szólítani téged, mert ezt nem hiszem el, hogy te így szerepelsz a diszkós világban, mint Somodi Imre. Az én fellépő nevem Higher State. Higher State? Így van. Király. Én azért, mert hogy föl lett volna, hogy a pulznál dr. Somodi. Így van. Egyetemi oktató. Hát ugye? A DJ Oti milyen név szerinted? Csak így, hogy DJ Oti az jó név? Vagy... DJ Oti? Uh-huh. Szerintem tök jó, frappáns, rövid, könnyen megjegyezhető. Na. Már átmentem. Mert Balázs most az elmúlt hónapokban, sőt már lehet mondani években, DJ Otiként is ismert itt a rádiós berkeken belül. Igen. Általában retroszettel nyomul. Igen. És akkor téged Higher State tanárbácsinak hívnak, hogy jó, csokolom Higher State tanárbácsi, ezt mondják? Vagy mit mondanak? Vagy csak csokolom tanárbácsi? Megcsináltam a mixet. Az egyetemen általában a polgári nevemet használom, a szórakozó helyekben a Higher State. Aha, tehát nincs ilyen, hogy a kampuszon elkapnak a diákok is, mert akkor csokkolom Higher State bácsi. Ez nem jelent. Csokkolom Higher State bácsi. Ez így nehéz elképzelni. Na, mesélj nekünk erről, ez egy fél éves kurzus a Pécsi Egyetemen, tényleg? Igen, így van, egy szemeszter hosszúságú kurzus. Egy szabadon választható tantárgy, amelyet bármilyen egyetemista felvett a Pécsi Egyetemről. És hát ezzel az volt a célunk, hogy egy olyan kurzust indítani, amely végül is közel áll az egyetemisták érdeklődéséhez. Ugye az egyetemi élethez hozzátartozik a bulizás, a szórakozás, viszont arról nagyon keveset tudnak az egyetemisták, hogy milyen komoly munka folyik a pult másik oldalán. És ebbe szeretnénk egy kis bevezetőt nyújtani számukra. Hány diák jelentkezett, azt tudjuk? 5 főben maximáltuk a hallgatók létszámát, mert ez egy gyakorlati kurzus, tehát hogyha... Nem kicsi a terem, hanem hogyha többen jelentkeztek volna, akkor nem lenne elég idő ahhoz, hogy ők maguk gyakorolhassanak. Nem félnek oda. Tehát, hogy nem tudják, akkor ezt rendesen elsajátítani. Így van, tehát mi a gyakorlatra helyezzük a hangsúlyt, ez nem egy elméleti kurzus. Egyébként sokkal többen jelentkeznek, de hát csak 5 szerencsés főnek volt lehetősége bekerülni. Ivararányok? Ivararányok? 100% a férfiak aránya. Ennek mi sem örülünk annyira, de hát ez eléggé jellemző kérdezi, a világban. Kérdezi a hallgató, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy a DJ szeminárium első órásán a bemelegítés 5 perc puttyó henza? Indiér. Nyilván, a csak humor legyen. Igen. A bemelegítés nálunk az ritmus gyakorlatokat, ritmus érzékfejlesztő gyakorlatokat jelent, ugyanis egy DJ-nél a legfontosabb az, hogy mindent pontosan a ritmusra csináljon, ezért elengedhetetlen az, hogy fejlesztjük a hallgatóknak a ritmus érzékét. Ez valak speciális gyakorlatok? Mit tudom én, mint amit a madártól látunk, ugye elkapom a teniszlabdát, meg ilyesmi? Igen, vannak erre különböző gyakorlatok, dobverőkkel különböző ritmusokat kopácsolunk, metronómra, vagy ritmustartás gyakorlatokat csinálunk, amikor szintén a dobverővel a srácoknak követniük kell a zene ritmusát, majd hirtelen lehalkítjuk a zenét, és nekik továbbra is tartaniuk kell a ritmust. És ott rendesen vannak osztályzatok? Tehát, hogy valaki nem tartja annyira ritmust, mint a többiek, az hármas? Természetesen, mint minden más egyetemi kurzus, ez is értékeléssel fog véget, és vizsgával is értékeléssel fog véget érni. Osztályzatokat fogunk adni, igen, a fél év végén. Ez egyébként egy gyakorlati vizsga keretében fog zajlani, tehát a srácoknak az lesz a feladatuk, hogy bizonyítsák a tudásukat azzal, hogy egy buliban, közönség előtt
tehát valós szituációban zenélnek fél órát. Óriási ez. Tehát a vizsga a rendes buliban, egy gólyabálon, vagy valahol kell nekik zenélni? Így van, egy egyetemi klubban egy buli alkalmával fog minden hallgató fél órát zenélni. És akkor megnézitek, hogy milyen hangulata volt a bulinak, és az is beleszámít az osztályzatba. Akár ez is beleszámít, igen. Hát ez nagyon jól hangzik egyébként. Népszerű az, annak ellenére, hogy csak öten tudnak menni, többen jelentkeztek? Tehát új jelentkezés volt? Sokkal többen jelentkeztek, úgyhogy nagyon népszerű volt. Te egyébként tanítasz mást is az egyetemen, vagy csak ez az egy óra a tiéd? Korábban tanítottam az egyetemen, most más munkakörben dolgozom, de korábban igen dolgoztam az egyetemen, hát, mint oktató. És amikor te magán a keverésen kívül tanítasz ilyen kis nüanszi dolgokat, hogy lehet a közönséget magunkévá tenni, most ne érne szó szerint ér, hát, hanem hogy tudod, hogy oldalunkra állítani, hogy felhergelni őket, tehát vannak ilyenek is? Vagy te csak megtanítod az elméleti dolgokat, illetve a technikai dolgokat, aztán mindenkinek másod már éreznie kell? Hát egyrészt a legfontosabb az, hogy a technikai dolgokkal tisztában legyenek, ez az, amit megtanítok. Amit viszont eléggé nehéz megtanítani, az pontosan ezek a dolgok, hogy az ember hogyan hangulódjon rá a közönségre, hogyan alakítson ki egy kifinomult zeneírlést. Ezt igazából mindenkinek saját magának kell elsajátítani a tapasztalatból, érzésből, és hát erre is szolgál az, hogy egy ilyen gyakorlati vizsgát szerveztünk a kurzus végére, hogy mindenki megtapasztalja azt, hogy milyen is buliban, közönségnek, embereknek játszani. Meghívott előadók vannak, például mit tudom én, hergelésre meghívnátok DJ Seherezádét? Egyelőre nem terveztünk meghívott előadókat, úgyhogy majd a hergelést is nekem kell megmutatni a srácot. A hergelés. Kazi kérdezi, hogyha vizsgabulin valaki levar egy grupit, az plusz pont? Azt voltatok, hogy nem járjátok. Nem, ne vigyél el, hát. Pedig azért az nem hangzik túl. Pedig az igazi siker egy DJ-nek. Igen, neked ki a kedvenced, vagy te kit kedvelsz? Az én kedvencem? Hát akit úgy szeretsz, hogy hallgatsz egyébként. Jónás. Mármint a DJ közül, igen, vagy egyáltalán? Nem, persze, de DJ közül, hogy van-e valaki, akit szeretsz, vagy akinek a zenekész. Akinek a munkásságát én nagyon sokra tartom, ő nem egy ismert DJ, nem egy celeb, viszont rendkívül technikás DJ, és minden tud erről a szakmáról, ő DJ Schnitzer, aki egyébként egy lemezlovas képzőt vezet Budapesten. DJ Schnitzer? Schmitzer. Ja, Schmitzer, ja, bocsánat, én Schmitzert érted. Ilyen néven nem lehet. Aha, nem ismerem, de hát ez az én hibám. Nem mozgom annyira otthonosan ebben a szubkultúrában. Még. Tessék? Még, hát. Dicsőtéként, így van. Oké, érdekes volt ez. Köszönjük szépen, Imre, jó munkát nektek. Köszönjük. Köszönöm szépen nektek is, jó munkát. Ciao. Hello. Nagyon jó kis kurzus lehet. Igen, nagyon komoly szakmai alapokon van. Úgy éreztem a hangvételből. Meg kellett dolgozni, hogy kihozzunk ebből valamit. Meg. Nagyon pörgős tanár, lehet az tanár úr, meg kellett dolgoztatni picit, hogy valami legyen a beszélgetésből. Pedig szerintem egyiket az öt férfi valószínűleg örülnek ki, hogyha meghívnak DJ Sehit. És mit tanulnának tőle? Hát de a helyjelentek egész jó DJ lett egyébként. Igen, mondják. Csajok nagyon jók. Mondják, hát gyakorlatilag körbe haknizza az egész világot. És fel is lép? De várja, mivel lép föl? Hát, ez még egy dolog, de hogy közben zenél is? Mert ugye, az a teljesítmény. Igen, azt mondják, hogy hát ez tanulat a dolog. Érdekes, igen. Na mindegy, jól van, meghallgattuk ezt is. 7:80 pontosan Ákos elmondja a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Ez kemény volt ez a nap. Fehérvárnál a Balaton felé az M7-esen kezd alakulni a dugó. Azt mondja, hogy Dunaújvárosi kijáró után kamion az árokban Siófok felé. Darúzni fogják. Ez az M7-es Dunaújvárosi kijárónál, ahogy a hallgató is írta, igen. Már az M7-esen kezd tehát alakulni. Ez a történet. Siófok felé, így van, segítünk, hogy hol is van pontosan. Székesfehérvár után rögtön van a baleset, és mentő tűzoltó már a helyszínen, úgyhogy hatalmas dugó lesz az M7-esen, készüljetek. Jó? Fejjel lefelé leborulva Siófok irányába. Az ott mentés lesz, emelés, lehet az egész autópályát lezárják, úgyhogy még a 60-as kilométer előtt, aki az M7-esen megy most, az Siófok irányában, az valahogy próbálja meg letérni.
mert Székesfehérvár után nagyon nagy baleset van. A Csepeli Völgy utcai csötörés a 35-ös, 36-os és a 152-es buszokat érinti, kb. 8-10 perccel hosszabb a menet idejük. Szervizes Józsi küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán Győr Érd jó járható, Tatától esik az eső, Komáromnál mérnek Robcsa üzeni. 8-as főút Székesfehérvár bevezető 3 kilométeres sor Zolcsi üzente nekünk. Kékcsén pedig drága fotók készülnek a Kisvárda felől érkezők számára, ezt Felhő küldte nekünk, köszönjük szépen. És jelenleg 1700 szavazattal vezet Bátaszék legöregebb fája, a Molyhostölgy, az európai évfája választásban, illetve versenyben, és ennek nagyon örülünk. Gyakorlatilag egy hét leforgás alatt több mint 10 000 szavazatot sikerült összeszednünk, és ezzel jelenleg mi vezetünk, lenyomtuk Csehország 1000 éves, nyilván 1000 éves fáját, hársát. De most hiány, nekünk van 16 000, mert egy országos rádió mellett. Nekik meg 5-600, most ez kell még ezt? Tehát vezetünk. Nekik van 18.568, nekik 20.268. Azt a mindenit. De ahhoz képest, hogy 10 000 körül volt a múlt héten még, ahhoz képest ez nagyon szép. Hajrá, Bátaszék! Hajrá, Molyhostölgy! Imádom. Atya, úristen, gyereke. De miért nem valami, hisz valamibe. Pont jó kedvem volt, hisz beolvastam őt. Pont, de tényleg úgy fölültem egy hullámra, ment ez a DJ-s dolog, meghallgattam a makói DJ-t, még nagyon jól szorakasztott. Igen, de mondjuk ez visszahozott egy kicsit minket az életbe. Nem tudom mivel, igen. 61-es úton Kaposfőn a temetőnél szippantos ifa az árokban, a forgalmat nem akadályozza mindenki. Mindenki vigyázzon itt is. És azt nézem, hogy igen. Na, viszont van egy dolog, 10 óra 55-kor valami nagyon nagy dolog történik, és be kéne próbálnunk kitalálni, hogy vajon micsoda. Együtt állnak a csillagok, vagy mi lesz? Nem állnak együtt a csillagok, hanem állítólagosan, ezt nem mi találtuk, hanem Juli találta meg nekünk, 10 óra 55-kor Vujic Rütko olyat jelent be, hogy az csak na. Hűha! Nem tudjuk, de a valamit nagyon bejelent. 10-50, hogy a 11-es hírekben már bele tudjuk tenni, azért van a 10-55? A 10-55-kor, igen. És ki kellene találni, hogy mit jelent be? Ákos, állíts be a te a tojás! Ugye? Ha valaki pontosan megmondja, hogy mit jelent be Trütko, az kap egy ajándékcsomagot, jó? A következőt találtuk az ő Facebook oldalán. Sziasztok, barátaim! Nyilván ebben mi nem vagyunk benne. Tehát ez nem nekünk szól. Holnap délelőtt 10 óra 55 perckor, ugye ezt tegnap találta, hogy életem egyik legfontosabb bejelentését teszem itt ezen az oldalon, illetve hivatalos oldalomon, a Vujic Rütko Official-on. Official. Azt írtam, hogy DJ Rütko. Official. Official, nagyon jó. Vujic Rütko Official. Nagyon szeretem. Nagyon szeretném, ha velem lennétek, abban a percben pontosan tudni fogjátok, hogy miért. Na, tessék, van még egy kis időnk, mit mondóra játékunk előtt. Mit jelent be Trütko? Mi van a sapka alatt? Ha eltaláljátok, akkor ti nem kaptok ajándékcsomagot értelemszerűen, de ha a hallgatók eltalálják, hogy mi a nagy bejelentés, holnap visszanézzük, és ha valaki jót írt, akkor ő kap egy ajándékcsomagot. Egy nemzetközi orvoscsoport élő hajhagymát talált a sapkája. De akkor mondjuk, hogy a sapkám alatt. Igen. Tehát, hogy egyes szem első szemében maga ez a bejelentés. Ja, így van. És azért ezt tegyük hozzá, nyilván, hogy nehogy ráfussunk valamire, mire azért hajlamosak előre vagyunk. Mondjuk. Előre, igen, ráfutni, ahogy most látom, hogy bocsék, és ráfutottak erre arra hétvégén, illetve a pénteki adásban. Nem teljesen az hangzott el náluk sem egyébként, mint amit utána a bulvár felkapott, de hát a bulvár így működik. Kíváncsiságból egyébként én is meghallgattam Gáborék megszólását, hát messze nem az volt benne, mint amit aztán utána a bulvár írt, hogy itt most a kövérnőknek beszóltak, a kövér pasiknak is, meg egyébként azt mondták, hogy ha valaki beteg, meg hormonális, akkor ő arról nem tehet, nem erről beszélünk. Na mi lett ebből? Minden kövérnőnek beszóltam. Így van, mert a kövérnők igénytelenek. Azért kell egy kicsit megvédeni ilyenkor a rádiós szaktársakat, úgymond, mert ugye kiderült számomra is egyébként, hogy rengeteg internetes bulvár újságíró még csak meg sem hallgatta az adott megszólalást. Uh-huh. Úgy jártak, ahogy egyébként mi is sokszor, csak látták, hogy valaki ezt megírja, hogy a kövérnőknek átvették és fröcsögve, öntve a rosszat a népre a megszólalás meghallgatása nélkül. Picit lecsipegetünk ki. Hergeljük az amúgy is hát hergelésre vágyó magyar embert. És nem ez hangzott el egyébként a megszólalásban. Kíváncsi voltam, meghallgattam, miért ne hallgathatnánk meg, hogy miről lett volna. Szóval elmondták, hogy figyeljetek ide, ha valaki egy párkapcsolatban elhízik, az ugye nem ad magára, de nem arról van szó, valaki beteg, vagy hormonálisan baja van, vagy nem tud lefogyni, vagy mondjuk gyereke volt. Igen, és ezért megtehetné, de
megtehetni, de nem fogy le. Na hát ezt az újságok kihagyták, látom, hogy mi keveredett ebből hétvégén, elképesztő kaptak, tényleg. Kaptak szépen. De hogy ilyenkor egy internetes újságíró még csak ne vegye a fáradtságot, hogy meghallgassa a cikket és utána írjon, csak átvegye és fröcsögjön, tehát a békaseggel alatt van, komolyan mondom, az újságírás sajnos. Na, tehát de visszatérve Tüdkóra. Tehát tételezzük azt fel, hogy mondjuk nem beteg, tehát jegyezzük meg ezt előre, hogy nyilván nem kívánjuk, szóltunk, és reméljük, mondtuk, hogy nem ilyet jelent be. Nehogy ott, hol bejelent valami 15-50 perckor, és mi 11 órakor lógunk. Előre gúnyolódtak, pedig már valószínű sejtették, hogy nem tudjuk, nem vagyunk jobban Tüdkóval. Nem, most éppen műsort vezet, én direkt megnéztem, nagyon egészségesen néz ki, tehát nagyon jól néz ki a Tüdkó. Hát, na akkor úgy mondom, hogy nem várja. Csinos jóképű fiatalember egészséges színen megváltozik. Nem néz ki beteg. Jó, de tényleg, senki nem bántson minket hazafelé, már láttam, hogy 3-4-11-kor már itt rúgdos valaki, amit Tüdkó rajongó a pöttyös utcára engem az aluljáról. Igen, tehát érezzük, nem beteg. És reméljük is, jó egészséget kívánunk. De akkor mi a bejelentés? Hazahoz valakit valahonnan. Aha. Reméljük, az illető jönni akar tényleg. Igen. Ugye? Tehát azért ezt tegyük hozzá, reméljük, hogy az illető tényleg jönni akar. Megtalált az utolsó 48-as honvédot. Megtalált megint valakit. Valahol nagyon messze, aki ugye nem akar hazajönni, és nagyon jól érzi magát, és már 56-ba elment, de Tüdkó hazahozza. És még a reptérén is kiabálja, nem akarok felszállni a gépre, jól érzem magam, jól érzem, jöjjön velem, a másik oldalon már várja a tények stábja, jöjjön velem, és Tüdkó rángatja be repülőn. Mit jelent ebben? Vagy sokat szóra megint visszavonul. Nem, már most jött vissza. A visszavonulás volt. Comeback. Most volt a visszavonulás, Ez egy éve volt. Nem, hát egy időre eltűnt a képen, most egy ilyen pár héttel ezelőtt tűnt fel, vagy mondjuk egy-két hónappal ezelőtt tűnt fel újra a munkába. Mi van akkor, hogy ellensúlyozza a csinosságát? Azt írja egy hallgat, és ez jó, hogy szerintem terhes, ez tetszik, de nem. Igen. Beismeri 10-55 perckor, hogy akiket eddig hazahozott, azok nem akartak jönni. Igen. Drága szaktársaim, drága barátaim, kedves családom, írja Tüdkó 10-55 perckor a Vujic Tüdkó Officialra. Férfiasan beismerem, hogy akiket eddig hazahoztam, nem akartak jönni. Ezért egyenként szépen egy-egy augusztusi hajnalon visszacsempésztük őket az eredeti országba, ahol laktak. Nem, lehet, nem akartak jönni. Nem lehet, hogy megint valami nagyon rossz önpromó. Hogy hónap végén megjelenik a legújabb pokoli történet. A pokol utáni pokoli történet. Ennél a pokoli történet. Egy hallgató azt írja, elválok és feleségül veszem Szalai Bibi. Igen. Júj, de szép házasság lett. Hát zajlik a TV2. Házatáján az élet, azért ezt mi is látjuk ilyen. Tehát elválik és hozzámegy Szalai Bibi. Nekem ez nagyon tetszik. 10:55-kor, ne felejtsetek. Ha már az új hírigazgató neve szóba kerül, akkor például én simán el tudom képzelni, hogy az lesz a nagy bejelentés, hogy az elmúlt hetek történéseből kiindulva, hogy Vujic Tüdkó lesz a TV2 hivatalos sztájlisztja. Szép volt? Azt írja egy hallgató, Tüdkó, megtaláltam Elvist. Megtaláltam Elvist, hazahozom. Egész jó bőrben van. És Elvis Áron néven él Hódmezővásárhely külterületén. Elvis Áron? A Kossuth Lajos 12 a szám alatt. Tehát vagy megtalált valakit, igen, vagy leveszi a sapkát, vagy van vagy egy a pokol utáni pokol, a pokol bugyraiban, a pokol legaljából, a pokol, a poklok poklából. Nem? Pokol a pokolban. Igen, a pokolban, a pokol. A pokol konyháját a pokolban. A pokolnak van 8. bugyra is. Na, hát érdekes vagy. Igen. Vagy azt írja, rájöttem, hogy a méretemben is gyártanak ingeket. Hát szegény. Jó, tehát tessék egy eszem első szemében írni. Most a komolyan mondom, kíváncsi. Mit jelent be Tüdkó 10:55-kor? Rájöttem, az official oldalon. Nem az XXL-es az én méretem. Igen. Hanem az L-es. Tüdkó beismeri, megtaláltam bankár Marcsikát. Tényleg. És hazahozza Marcsikát. Nem, azért, az beismerem, hogy én vagyok bankár Marcsika. Tényleg, hazahozza Marcsikát, akkor le a kalappal. Marcsikát nagyon sokan akarják most hazahozni. Hát Tüdkó hazahozza, le a kalappal. Na jó, van. Okay. Egész ország. Szemezgetünk még az SMS-ekből, gyorsan lejátszuk mit mondóra játékunkat. Mondom, aki helyesen tippel, holnap vissza fogjuk nézni, ha eltaláltátok, egy ajándékcsomag annak, aki jól tippelt, jó? Aki megírta a valóságot. Igen, 3 melbimbom van. Ebből egyet most meg is mutatok, de csak a Tüdkó Officialon. És mondom? Ez mindig kemény. Mit mondom rá ez a kérdés? Visszafelé beszélünk. Műlész hevére faszít. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol... Halló!
Halló! Jó reggelt! Jó reggelt! Hello, Betty, ciao, hello! Betty, figyelj, de már mondom is, hogy mi van, állatunk van, hát tudod, városunk van, híres emberünk, szólásmondás, tárgy, mi legyen? Város. Város, az könnyen szokott menni? Ez most egy ország egyébként. Csak hogy összezavarjon. Nekem egyre megy ország, város. Mehetünk? Mehetünk. Óra, igen. Indul, figyelj, egy országot kell kitalálni. A égnetre. Te könnyű. A égnetre. Ott van, ott van. Argentína. Igen! De jó voltál! Sziba! Köszi szépen! Nagyon jó vagy, Betty, ügyes vagy. Hát illetve valaki a háttérben jó. Igen, a munkatársaim. A munkatársaim. Igen. Hát akkor nekik is küldünk egy ajándékcsomagot, osszátok el, jó? Oké, elosztom mindenképpen. Ügyik voltatok tényleg, puszi nektek. Köszi, hello. Ciao, hello. Írja még egy hallgató, azt jelenti be, most elvisz valakit. Igen, ha valójában csak eljátszottam, hogy érdekelnek a vendégeim. Tudok nyitott szemmel aludni? Most beismerem, a nyitott szemmel alvás világbajnoka vagyok. A rácsodálkozás csak tanult képességnek. Azt mondja, hogy hazahozza saját magát, mert ő egy földön kívül. Türtko, azt fogja beismerni, megtaláltam a poklot. Ja, Istenem, azt mondja, hogy ő lesz a második magyar űrhajós. Ezt fogja bejelenteni. Jó, kíváncsiak vagyunk, jó? Kíváncsiak vagyunk. 10:55. 10:55. Jó, még olvasgatunk majd, a tippekből. Valójában nem is én vagyok a legmodorosabb ember az országban. Na akkor ki? Az a meg kell nevezni. Ki? Találjátok ki. A Weed Fruitba officialon a helyesen tippeltek. A helyesen tippelők között kisorsolok a leges legújabb pokoli történetekből egyet. Annyira durva az a pokol, hogy még én sem jártam ott. Most készülök oda menni. 5 perc a pontosan 8 óra, várjuk még a tippeket, jó? Tehát mit mond Fritko 10 óra 15-kor, valaki azt írja, annyit ír majd 5 perc múlva 11. Egyébként jó fejlően 10 óra 15-kor kiírni. Ez a leg. Ez messze a legjobb. Ez zseni. Ez és zseni. Most bejelentem, hogy 5 perc múlva 11. Sziasztok! Egy pici hírek, aztán jövünk a hírek után. Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Áll a Füredi út az Őrsvezértere felé. Esőcske küldte nekünk. Ja nem, oka esőcske, bocsánat, igen. Tehát az esik az eső, és emiatt valószínű, hogy túl sok az autó. Pedig milyen szép név. Igen, milyen szép lett volna, hogy esőcske küldte nekünk. Oka esőcske. Oka esőcske küldte nekünk, igen, de nem ő küldte, hanem az oka az, hogy esik az eső. Azt nagyon nagy baleset van az M7-esen, a 60-as kilométernél Siófok felé, igen, lépésben halad a forgalom, Andor a szállító küldte nekünk, igen, ott felborult egy kamion, és elkezdődött a mentés, nem tudjuk, hogy lesz-e pályázár, minden esetre már most nagyon nagy a dugó. Gyorsforgalmin befelé lerobbant egy autó a Csévízi úti felüljárónál, addig torlódik, utána már gyorsul, ezt Ádám küldte nekünk. Soroksárin befelé a benzinút előtt a belső sávban koc, alakul a dugó, puszi Marcsi, valamint az M6-oson Pécs felől a Szedresi leágazó után egy fehér Renault az út szélén összetörve, a mentés folyamatban ott is lassabban lehet haladni. Jött még egy-két friss, M6-os 129-es kilométer Budapest felé félpálya lezárva, valamint a Csepeli Völgy utcában csőtörés van, és a 35-36-os és a 152-es buszokat érinti, 8-10 perccel hosszabb a menet idejük. Ezt szervizes Jósi küldte nekünk. Na. Ott még egy posztot, Ritko. Tessék? Na, nem már. A Facebook oldalára, de igen. Mit posztolt? Ma délelőtt 10 óra 55 perc. Pont. És áll egy képernyő előtt, és a képernyőn fenn van egy számláló. Hát az, hogy én nem már sejtem, de azért nézzük, mit írnak a hallgatók, uh-huh. akik még kevésbé sejtik. Magdi anyus nem halt meg, láttam a Pennybe. Írja Robika. Hogy ezt fogja bejelenteni. Ugye a kérdés az volt, hogy mit jelentett Rütko 10 óra 55 perckor a saját official oldalán. Ugye? Azt mondja, hogy lecseréltem a billentyűzetem, most már vannak magánhangzók. Elnézést, tisztelettel,
teveri takaó. Mint ugye trütko, teveri takaó. Valójában jobbán származású vagy. Igen. Megtaláltam a magánkodókat. Okinaván születtem. 1965-ben. Igen. Aztán valaki azt írja, én vettem meg a TV2-t. Van, aki azt hiszi, hogy 10 55 perckor trütko bejelenti, Donatella az én lányom. Igen. Vagy valami még ennél is pikánsabbat. Meg volt az urát Csaba. Igen. Jani azt írja, tudok ánusszal furulyázni. Bármit. Hogy ezt jelenti be Trütko. Aztán megkeresett az RTL Klub azzal a kérdésre, hogy hozzam haza Lilut, mert a keresem a családom forgatásáról nem tért még vissza. Új műsorom lesz a TV2-n hajnali 4-től. Annyira jó, hogy a hallgatók legalább olyan rohadékok, mint mi. Azonnal. Műsort fogok vezetni Pampet Gabóval. És a legtúrvább, a legjobban szeretem. Annyit jelentett Trütko 10 óra 55 perckor. Andy Vajna az édesapám. Nagyon jó. Szeretem. Andy Vajna az édesapám. Be kell jelentenem. Istenem. Hát itt valószínűleg valami műsor indul újra, igen. Nem? Tehát szerintem, igen. Eldöntötték? Mégis lesz napló. Ja, hát csak ez lehet. A naplót. Hát áll egy képernyő előttem, visszaszámol, akkor indul a napló. Egyébként többen elküldtétek ezt a megfejtést is, hogy újra indul a napló. Uh-huh. Úgyhogy aki először elküldte, ha valóban ez lesz, akkor visszanézzük az SMS-eket, és az első naplós SMS-t küldőt visszahívjuk, és kap egy ajándékcsomagot. Hát ez 10 óra 5-kor még mi valószínűleg a szerkesztőségben, és látni fogjuk. De mi van, hogyha tényleg, én egy picit csodálkozik, picit nem csodálkozik, de nagyon-nagyon tetszene, hogyha ez lenne a bejelentés. Ma van Szalai Vivien első munkanapja, és sok sikert kívánok! Exkluzív interjút készítek Pateki Attila aranyerében. Fia, annyira rohadékok hallgatok, nem ijeszgetem többet éjszaka Pateki Attila. Egészen jók jönnek. A Szalai Vivienek gratulálna, hogy az első munkanapja? Igen. És nagyon sok sikert ezt kívánok. Ezt a kávét már saját kezileg főztem le neki. Így van. És múlt év pénteken megmutattam neki, hogy kell bekapcsolni a laptopját. Na jól van, hát kellő promót csináltunk akkor Tütkónak ezzel. De reméljük, hogy valami jó hír szívesen. Éri. Jó hír éri az ő kis házatáját, és drukkolunk neki. Szívesen bújj, szívesen Tritko, bármelyik is legyen a keresztnek. Vagy tevér a takaó, vagy hogy... a takaó. Igen. Hogy egy jó hírt is kapjunk azért, Debrecenben gyönyörű napsütés. Na jaj, tessék. De jó. Hát komolyan mondom, irigyek vagyunk egy pici Debrecenre akkor, ha ott süt a nap. Ez elképzelhetetlennek tűnik még ebben még a kis, nem is tudom, decemberi sötétségben. Idén megyünk Debrecenbe? Miért megyünk? Kitelepülésre? Hát oda mész, hol akarsz. Azt csinálsz, amit akarsz. Hát, nem vagyok az apára. Üljél fel egy vonatra, szálljál le, sétáljál, gyere oda. Hiszel az én apám, Andy Vajn. Miért nem menjél Debrecenbe? Kitelepülés szempontjából? Igen. Nem. De majd te ott nyitod vasárnap reggel 6-10-ig. Na most egy város, sok város nem panaszkodhat, de egy biztos, hogy nem panaszkodhat, az Debrecen. Tehát Debrecenben az elmúlt 3 évben azt voltunk legalább 6-szor. Beruházások is ennek. Tehát 6-szor voltunk legalább a Virágkarneválon, Klassz nyára, Rócsóval, ősz, tehát Debrecen nem panaszkodhat, ha most idén kimaradnak. Ugye van két ígéretünk eleve, van egy Békés Csaba ígéretünk, egy Kazincbarcika ígéretünk, az már elvesz ugye két helyszínt az 5-ből, tehát összesen 3 hely kiadó a tavaszi turnéra. És most veszetek össze mindannyian. Városa. Nem, én már lemondtam róla, mert én ugye Gyulát szerettem volna, nem mint hogyha Békés Csabát itt nem szeretném. Itt sejtelként, ha beszéld meg. Gyula, léci! Meg, hogy... Lehet, hogy itt két megszállás között egy légy otra a férfi vécébe. Átadod a testedet az élvezetnek. Egy hajozzunk itt, te hatalmas anyahajó. Régóta tengerére. Régóta szeretnéd már Gyulát, ott van Gyula. Megértem, Gyula, technikai vezetőnk. Nem, azt beszéltük, hogy a Békés Csaba és Gyulára, tehát nem menjünk, mert viszonylag közel van a két hely egymáshoz. Ha viszont Békés Csabának megígértük, akkor nem menjünk Gyulára is. Tehát ez nem jó, hogy most olyan városokban vagyunk, ami 10 kilométerre van egymástól. De átviszlek is fajzással. Jó, tehát tudom, hogy ezt akartam mondani. Hogy mert tudtam, tudod, tehát hogy azért Gyula, mert vár, meg fagyi. Tehát ez a kettő van. De egyébként nem tudsz lemenni, hát menj, ülj be a kis izébe, mit van? Autója. Autódba. Mit van neked? Tedd be a kis gumiszőnyeget, kapcsold be a ködlámpát, húzd le a ponyvát a kocsiról, tedd be a kis GPS-t az öletbe. Hol a rókafarkat, az antennát. Tedd le a teniszlabdát a vonóhorogra, a műgyantás lovaskocsit tedd rá a váltóra, aztán irányul. Aztán hajrá. Nem, úgyis Ferivel fogunk szerintem átmenni, ő ismeri ott a legjobban az utat, és akkor majd teszünk egy kanyart, elmenjünk, cukizzunk. Várazzon. De engem miért rántasz bele? Együtt, azért azt megnéztem, hogy ti kettecskén cukisztok azért. Mi már cukisztunk együtt, elmondanám. Hát a 6 év alatt egyszer. És néztünk együtt. A 6 év alatt egyszer, az igen. Az igaz, volt egy de már néztünk. Na. Jó, messze van még a május.
Mi van, már mennél? Már benned van a bugi? Hogy a fenében? Igen? Persze. De még a május azért nagyon messze van. Imádni való. Az sajnálom csak, hogy nem kéthetes. Mi nem tudjuk megtalálni valamiből a jót? Miért mindig ide miért nem megyünk, miért nem kéthetes? Miért nem nézzük úgy, hogy de jó, hogy megyünk egy hétre, és de jó, hogy megyünk Barcikára. A kicsinek is örülni. Vagy kell. De jó, hogy megyünk Békés Csabára. Megyünk nem Barcikára. Mondtam, nem, hát az, az előbb szépen. Mondtam, hogy megyünk Barcikára, ilyen kazint Barcikára. Tehát, te hol, ott mi van? Hol? Az előbb mondtam, hogy van két fix helyszínünk. Van kazint Barcikánk, van Békés Csabánk. Erre visszakérdező, hogy megyünk Barcikára. Ne legyél cucko. Ja. Ne aludjál nyitott szemmel. Nem, akkor lát, akkor álljó csodálatra figyelnélek, és minden szabadat innen. Mert a Trütko ez zseniális, hogy csinálj, de te ne legyél Trütko. Ugye az nyitott szemmel egy 6 perces interjú alatt. Abszolút. Csodálatos. Igen, csodálatos. Egyszerűen fantasztikus. Nem mondd, csak mi a bolint egy. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A részemről a megtiszteltetés. Igazán őszinte szavak voltak. Komolyan mondom, életem egyik meghatározó pillanata volt az elmúlt időszak, amiben arról beszélgettünk, hogy végre megépítik ezt a használt gumi feldolgozót a város határában. Köszönöm szépen az interjút még egyszer. Remélem találkozunk még viszont hallásra, viszont látásra. Ha már TV2 hallottatok, arról a TV2-s Jósról, aki kicsalt emberekből pénzt, ezt hallottátok, ezt a történetet? Nem azt mondom, hogy szenzációs, mindig sajnálom, ha valaki így ad pénzt, de hogy tehát az emberi hülyeség vagy naivitás, én nem is tudom, mit mondjak, hát. Én nagyon sajnálom őket, de ugyanakkor azért azt meg kell jegyezni, hogy nincs ember, aki, illetve de mégis van, akiről azt gondolnád, hogy így ki lehet belőle csalni pénzt. Volna egy TV2-s Jós, illetve szerintem már nem praktizál. Gondolom én, hogy már nem praktizál. Nincs már. Bár nincs. Az ő esetében ezt a szót nincs. Használni egy picit. Igen. Ironikus. Stefanusz volt, gondolom István. A tisztállátó István. A tisztállátó, auralátó, csakra tisztító István. Stefanusz, akinek volt az EZO TV-n egy ilyen telejósdás műsora, ő volt a tisztállátó, és azt mondta embereknek, hogy most műsorban vagy műsoron kívül, azt nem tudom, de lehet, hogy annyira szemtelen volt, hogy ő műsorban mondta el az embereknek. Lenne. Nem, nem. Műsoron kívül egyeztek utaljanak meg át neki pénzt, a családi örökséget, mert hogy így le tudja venni a pénzről a rontást. Mert addig nem lesz sikeres a vállalkozás. Mert hogy addig nem lesz sikeres a vállalkozás. És képzeljétek el, hogy voltak emberek, akik átutaltak neki 3 millió forintot, 5 millió forintot, 20 millió forintot úgy. Volt egy Marika, aki egyébként Svájcban él, 7 év alatt összesen 20 millió forintot utalt át Stefanusznak. És amikor várj, az elsőt átutalod, a másodikat mire kéred el? Mert az első pénzt átutalja, arról már levetted a rontást, ugye? De azt nem küldöd vissza, nem kérsz még 3-at? Az mire kell? Hát... Vagy hogy arról is leveszed. Arról is leveszi. Így van. Hogy levedd a rontást, igen. 3 millió forintot azért kért el, hogy levegye a rontást, és maga a családi vállalkozás utána sikeres legyen. A nő elutalta a pénzt, nyilván soha többet nem kapta vissza, és végül is felfüggesztettet kapott. 2 évre felfüggesztették, az egy év börtönre ítélték, és 2 év felfüggesztettet kapott, de kb. 30 millió forintot csalt így ki emberekből. Stefanusz. Igen. És utána megjelentett, aztán talán a Facebook oldalán egy ilyen kis posztot ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy az egészsége mennyire ráment erre az ügyre. Ó, szegény, hogy sajnálom. Igen, ez a legmegdöbbentőbb az egészben, mert utána ő valóban posztolta, hogy vissza akartam adni a pénzt, egy részét már törlesztetés korában, de a bíróság úgy ítélte meg, hogy nem volt reális esély arra, hogy visszaadjam, és pszichésen teljesen kikészült. Ő, na most elvette más emberek, én teljesen kikészült. Ágynak esett december 9-én, kórházba került, az ő anyukája ápolta, stb. Tehát ő kitett egy posztot még magáról, hogy őt ez mennyire megviselte. Szegény tényleg. Miért nem csukják le? Miért felfüggesztett egy ilyen, ami 30 millió forint? Ez egy jó kérdés, hogy 30 millió forintot elveszel emberektől, jó hiszeműen, kihasználod azt, hogy te benne... Ő az a vélekezet, hogy csak kölcsön vette. Tehát, hogy ő kölcsön, ezt vissza akarta adni. Aha. Hogy megtisztítsa a pénzt. Hát mégis tulajdonképpen erre gondolt, hogy ő kölcsön vette. Gyakorlatilag minden pénz, amit adod meg neked, az akár kölcsön is lehetne, hiszen lehet, hogy valamikor majd a jövőben visszaadod. Na de várjátok, hogy van ez? A távoli jövőben. Tehát ül egy néni a képernyő előtt. Ott van Stefanusz. Még csak nem is szimpatikus. Tehát a hidegráz tőle, de tényleg megnyitottam YouTube-on, hát a hideglelést kapsz tőle, ahogy beszél, ahogy kinéz. Önmarcangolás, az önpusztítás, a lelkismeret furdalás, ugye ezek is mind önpusztító energiák. És kiderül ez a félrelépés ebben a házasságban.
férj megbocsát. Stefanus ül egy függöny előtt, íg egy gyertya, és ott van két ilyen varázsgömb. Mivel, hogy... Tehát a legnagyobb közhelyeket látod egyébként. Elengedem neked a... Igen, már csak egy koponya hiányzik. A múltadat. Elengedem neked a múltadat. Nem foglalkozunk többet, nem beszélünk róla többet, de neked folyamatosan meg kell tenned azt, Egy rendkívül antipatikus pasina kinéző, azért mondom, hogy pasina kinéző, mert nem fura, egy kicsit androgyn feje van, ül a képernyő előtt, és kicsit flegmán, undokul, unva az egészet, válaszolgat neked. Borzasztó. Azt mondja neked ez az ember, hogy... Ez az ember, hanem különböző... De tényleg nagyon irritál. Utalját 3 millió forintot, én ezt a pénzt megtisztítom, adok egy bankszámlát. Nyilván nem műsorban csinálod, nem csinálja ezt meg. És jön valaki, és azt mondja, hogy adj egy bankszámla számot, utalom a 3 millió forintot, küld nekem vissza a 3 felett 4-et, vagy tisztítsd meg, és ugyanúgy küld vissza. Vonjál le belőle 10 000 forintot. Ezt elhiszitek, hogy van ilyen ember? Szörnyű. Tehát én sajnálom őket, de ugyanakkor azt gondolom, hogy az emberi hülyeségnek nincs. Nem is tudom, csak határa. A képzeld el azokat az embereket, akik ezt nézik, akik hisznek ebben, hogy le lehet venni egy televíziós műsoron keresztül bármilyen rontást, akármit. Ő nekik egy hiteles személyiség. Ő a tévében tevékenykedik, tehát valaki utat ad neki, megengedi érted, hogy ezt a baromságot csinálja. Tehát a bizalom az innen van. Erzsike, nem fog menni a vegyesbolt. Egészen kell addig a... Rontás van azon a pénzen. Ja. Steph Anus, ugye valaki ír, hogy ilyen névvel eleve, hogy Steph. Igen. Na de ő beszél éppen ebben a videóban, amit beadtam, a lelkiismeret furdalásról. Hogy ne legyen lelkiismeret furdalásunk, hogy engedjük el. Már róla. Közben kiderül, hogy Stefanus egyébként emberektől csalt ki úgy, hogy nyilván a csatorná építette föl valamennyire, hogy ő hiteles legyen, ugye? Tehát, hogy egy tévéújságban van, vagy valahol hirdeti magát, nem tudom, az Expressben, vagy valahol, gyere Stefanus. De nem biztos. Akkor a használt autón az egyéb rovatban, hogy nem tudom, jobline-on, vagy nem tudom. Akkor valószínűleg nem hívott föl, de így, hogy ő képernyőn van, így hiteles a pali. A bizalom. 30 millió forintot csalsz ki. És akkor nem remeg meg a kezed, amikor nyomod az Enter gombot? Vagy oda vitte egy zsákban a néni a pénz, itt a 3 millió reklámszatyorba, adja vissza majd nekem egy hónap múlva? Igen, nem utalás, uh-huh. Mert annak nyoma van, azért ugye, okosba csináljuk az ilyet. Tehát megérkezett a néni Stefanus. És átadta a centrumos nyáron zacskóba, amit még 89-ben vásárolt Budapesten, az megvolt, abba a 3 milliót, és azt mondta Stefanus, hogy ő elviszi. De mi van, úgy gondolkozott, hogy megpörgeti a pénzt, nem költi el az alapösszeget, kicsit átpörget 30-40 millió forintot, abból ő valamennyit keres, és mondjuk egy év múlva, egy évig veszi le a rontást, fél évig, egy hónapig után az egész alapösszeget visszaadja. Te Stefanus csak ugye meg akart egy kicsit pörgetni a pénzt. Csak segíteni akart, hogy beinduljon a vállalkozás. Nem, hát megpörget és levenni a kamatot, vagy mit tudom én. Kicsit, de elúszott valószínűleg a lóvé. Nem tudta visszaadni, igen. Hát a fene se tudja. De hogy ez szörnyű, hogy tényleg vannak olyan emberek, akik arra utaznak, vannak hiszékeny idős hölgyek, vagy idősebb hölgyek, vagy nem is annyira idős, igazából itt a hiszékenység van alapvetően a hangsúly, akik elhiszik, hogy van itt egy ember, akit látok mindenek a tévben, biztos nem véletlenül van ott. Hát biztos valaki oda, de biztos tényleg ő le tudja venni a rontást a pénzről. Nehogy aztán a kis pénzemnek valami baja legyen, vagy eltűnjön, vagy elköltsön, vagy ne induljon be a vállalkozás azért, mert rontás van rajta. Már maga ez, hogyha ezt elhiszed, tudod, ott azért baj van. Igen. Hogyha azt gondolod, hogy a kisvegyesbolt a faluba azért nem megy, mert rontás van az alappénzen. Nem? Ez még senkinek nem jött be így zöldséges nyitni. Mert rontás van. Mindenkinek rontás volt a pénzről. Jó, biztos nagyon sokan járnak egyébként így, hogy valahogy, amikor kölcsön kell adni valakinek, akkor ugye nagyon hiszékenyen tudnak olyan érzelmi húrokat megpendíteni a kölcsönkérők, aminek valahogy bedőlsz. Nem? Tehát szerintem a kölcsönkérés is egyfajta pszichológia. Most, ha nem barátról van szó, vagy olyannak, akinek szívesen adsz, egy régen látott rokon, vagy ismerős, vagy kolléga. Ez egy képesség szerintem. Ők azok voltak, akiket soroltál most, akiknek már te kölcsön adtál, tehát barát, kolléga. Hát a barátokat nem számítom bele, mert a barátnak ugye a barátnak segít. De kolléga, hát persze, de ők ezt nagyon tudják, hogy mi az érzelmi húr, amit meg kell pendíteni, hogy te valóban megsajnáld, nem? És hogy adj. Tehát, hogy te érzed magad rosszul, ha esetleg nemet mondasz. Ezt kiválóan csinálják a kölcsönkérők, ugye? Igen. Nálam van, mindjárt mondom, neked van egy 300 000-es ilyenem, ami 10 éve van. 10 éve van ki? 10 éve van, és magam se értem, hogy tudtam odaadni.
mert hogy ismertem a fiút, és tudta, és annyira jól csinálta annó ezt a ráhatást, annyira jól nyomta, pedig én úgy mentem oda arra a megbeszélésre, hogy na ő lesz az, akinek én nem fogok kölcsön adni. És olyan érzelmi húrokat pendített meg, ott család volt, síró gyerekek, igen. Amit el tudsz képzelni minden. Amit el tudsz képzelni, és azóta ez ott van ez a pénz. Hát szerintem ez egyfajta képesség. Az. Tehát, hogy tudod, tehát olyan, mint a tanítanák, hogy tudok úgy kölcsön kérni, hogy igazából ne tudjál nemet mondani, nem? Igen. És itt most tényleg nem arról beszélek, hogy a családon belül, vagy barátoknak, mert hogy szerintem az természetes, ha van és megteheted, és tényleg 10-20 éve ismeritek egymást, szerintem nem kérdés. Hanem olyan emberekről, akik egyszer csak beállítanak, megtalálnak, hosszú ideje nem beszéltetek, vagy csak te vagy ott kéznél, és kölcsön kér tőled. És egyszerűen valahogy azt érzed, hogy adnod kell. Nem? Egy bizonyos szintig nyilván. Olyan szituációt teremt, amire azt gondolod, hogy te is beleeshetnél. Ez egy másik sztori például, én ezek szerint hülye vagyok ebben. Fölhív, hogy itt állunk a családdal együtt a Dunakanyarban, mert eljöttünk, egyébként egy Békés Csabai ismerősöm, eljöttünk kirándulni, de az történt, hogy kifogyott a benzin a Verdából, és amit én, hogy tudsz-e segíteni. És én még oda is mentem, és várja most. Én. Ott utána elmentél? Elmentem, de most vagyok, hogy mekkora hülye vagyok, mert azt mondta, hogy már csak annyi kéne, hogy teletankoljuk a kocsit és hazamegyünk. Én oda mentem és adtam erre 50 ezer forintot. Ha hiszen a tank benzin, akkor volt 12. Mivel voltak zillel? Na, érted? Igen, és, mondta, hogy, és mondta, hogy neki kérte, hogy 50 ezer kéne, hogy hazamenjen. És én tudtam, hogy van két gyerek az autóban, érted? És tudtam, hogy ők kirándulnak Békéscsabáról. Hát mondom, jövök, az segítek, nem? És akkor odaadtam, és miután eljöttem, akkor jutott eszembe, hogy basszus, mit csináltál, minek, Feri? Minek az, de Feri, hogy, mit hogy, csináltál mi, most? Igen, hogy egy tankbenzin, az 12 volt akkor, vagy nem tudom mennyi és volt. És már előre mondta, hogy 50-et kért, tehát szólt, hogy 50 vagy te ott? Nem, ő mondta, igen, hogy kéne egy 50-es, hogy haza tudjunk menni. Ferikém, az evédet még kifizet, köszi szépen. Akkor Csabán, érted? Ferikém, csomagolt addig egy somlóit, még egy van négyes sorok. Felénk jársz, csöngesd be, otthon vagyunk, még jutunk egy kávét. És soha többet? És soha többet. És soha többet nem és soha többet. Jézus, ott a gyerekek. De annyira jól elmondta, figyelj, tényleg kirándulni jöttünk, tudod, már nagyon régen nem voltunk sehol, és milyen jól éreztük magunkat, de elfogyott észre a lóvé, vettük, és tudsz adni, hogy hát mondom, persze, megyek. Hát. Igen, de szóval, hogy te nem, szerintem te nem vagy hibás. Volt szerintem. De aki egy ilyen Stefánusznak ad, azért az is hibás. Nem? Persze. Tehát, hogy te jó érzéssel valami is látok a tévében is. Így nem én kértem, én adtam. Egyszerűen annyira nem lehetsz naív, hogy egy ilyen idióta tévéjósnak te bedőlsz és pénzt adsz. Nem azt mondom, hogy megérdemlik, mert senki nem érdemli meg, aki elveszti a pénzét, de valahol azért az emberi naivitásnak is kell egy határt adni, hogy nem lehetsz annyira hülye, hogy egy vadidegen ember kezében nyomsz 3 millió forintot, vagy 10 millió forintot. Na, de biztos, hogy hallgatóink közül is nagyon sokan járnak, vagy jártak hasonló cipőben, amikor is jött a kölcsönkérő, és valahogy úgy hatott rád, hogy téged megszállt a jó tündér, és az egód azt mondta, hogy na most van a pillanat, amikor egy emberen segíthetsz. Aztán rájöttél, hogy hazudott, hogy hülyeséget mondott, hogy soha többet nem jelent meg, azóta se hallottad, és hát nyilván esély nincs arra, hogy te valaha is viszont lásd a pénzed. Ugye? Kinyomja a telefon, nem vesz fel. Eltűnik, nem vesz föl, nem jelentkezik, és tudod, hogy nála van 100 ezer, 1 millió, 10 millió. Szerintem a fél ország tartozik a fél országnak. Ebben egészen biztos vagyok. Tehát, ahogy kiderülne egyszer, láthatnánk egy valódi térképet, hogy milyen körbetartozások vannak, magánemberek, most nem cégekre gondolok. Hát ott mindenki tartozik mindenkinek, kis túlzással. Szerintem a legnagyobb hibát ezek az emberek ott követik el, hogy lehetne ezt évekig húzni úgy, hogy igazából nem rágnának be rájuk nagyon, vagy tényleg nem kerülnék a társaságot, hanem szépen lassan visszafizetnének valamennyit, hogy tényleg csak az érzés meglegyen, hogy ők vissza akarják tényleg adni. Ő valószínűleg nem csak neked tartozik, mert én például a nagyobb tartozásomról tudom, hogy másnak is egy csomóval tartozik. Tehát, hogy ő tömködi a lukakat szerintem 10 éve ezzel, hogy mindig kölcsön. Csak még nem ért el hozzád. Hát, ja, úgy nem a saját lukait tömködik, hanem az enyémet. Tehát, hogyha apránként visszaadnál, akkor megnyugodnál. Igen, az nagyon sokat számít. Tartozik valaki, 10 millió forint, és elkezdi 10 000-esével törleszteni. De legalább érzel, érted? Évente. Meg lassú lesz. Igen, évi 10 rugó. De hülye állat, hogy 103 éves leszek, mire visszad. Nem baj, legalább érzed, hogy fie, törleszteni. Ha évente mondjuk 100-150 000 forintot visszaadna, soha nem ér a végére, de akkor is legalább azt éreznéd, látnád, és lenne egyébként hivatkozási alapja, és hogy látod, vissza akarom adni. Hát most is utaltam. Nézd meg, most is utaltam. Nézd meg ezt a szép új autót. Hát közben. Hát, ugye? Hát most a gyerekektől vegyem, miben fáj.
a múltkor is meghúzták a Tecsó parklójába. Én nekem volt ilyen sztorim, adtam kölcsön is, láttam az új autóját, tehát volt nekem volt ilyen történet, direkt nem akarom most ezt elmondani. Jó, na drága hallgatók, írjátok meg, jó, mikor voltatok egy picit, úgymond Balákok, illetve az ebben is biztos, hogy Balák mikor akart úgy segíteni, hogy aztán rájött, hogy nyilván nagyon csúnyán átverték, az összeg fontos, hogy mennyivel mentek oda, mennyit kértek kölcsön. Jó, elsősorban nyilván olyan SMS-ekre számítunk, amit azóta sem kaptatok meg, és nem is nagyon törlesztették. Jó, küldjetek az SMS-eket, mi pedig jövünk, Ákos, híre jutott. More they want shady, I'm chopped liver. Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor. Some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating. When I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, 'cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicated. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:49 lesz pontosan. 2 perc múlva jók, és Eminem, de kellenének még ezek a kis muzsikák ebben az esős időben. Már ahol esik az eső, ugye, mert hogy Debrecenben közben hát szakad. Vagy Debrecenben süt a nap? Eminem, van még ő? Már úgy értem, hogy... Eminem, van. Ah, hogy van, nyomja csak, még a zenéket? Igen, csak nem mindenhol játsszák. De egyébként van. Folyamatosan jön elő az új zenékkel, és ugyanakkor a világ nem mint amekkora volt. Talán nem annyira, mert időben nagyon divatos volt, de hát ő már megvan, ahogy szokták mondani. Na, nézzük az SMS-eket, hogy mit írnak a hallgatóink. Ugye a kölcsönadásról beszélgettünk, illetve arról, hogy egészen elképesztő módon még mi vannak emberek, akik a lehető leghülyébb indokokkal adnak kölcsön, mert hogy egyéb börtönre ítélték a TV2-s Jóst. És most tulajdonképpen mindegy is, hogy melyik csatornánál dolgozik, nem is azért mondom, 3 milliós családi örökséget csalt ki egy nőből, másról 20 millió forintot vette Stefanus. Ugye, tehát Stefanus néven, már eleve. Érted, aki ilyen műsorban valás, dolgozik, hogy Stefanus... Hogy ő tisztánlátó. Ő tisztánlátó, auralátó, és ugye azt kérte az ő követőitől, hogy küldjenek neki pénzt, majd ő megtisztítja a családi örökséget. Sikerült is annyira megtisztítania, hogy nem is maradt belőle, nem is maradt belőle semmi. Nem hazudott, látod? Nem hazudott, ő megtisztította. Hát, érted. Abszolút megtisztította a családi örökséget. Ahol forgács is van. Igen, és ugye arról beszélgettünk, hogy milyen érdekes, hogy az ember, amikor kölcsönadásról van szó, akkor hát talán nem is ennyire hülye indokkal, mert azért ember legyen a talpán, aki Stefanusnak ad megtisztításra pénzt. De az ember sokszor bedől, ugye? Mert valahogy olyan szívhez szóló dolgokat tudnak mondani, hogy megsajnálod, vagy azt gondolod, hogy ha nem adok, akkor én vagyok a rossz. Vagy szimplán csak azért, mert az ember nem akar ebben, vagy nem tud, vagy nem mer ebben a helyzetben nemet mondani, és előbb szabadulsz alapon, inkább belemegy abba, hogy ad, mert rossz, hogy ott toporog veled szembe egy másik ember. És azt kell neki mondanod, hogy nem. És hát rengeteg SMS, rengeteg hozzászólás, ugye kértünk meneteket, írjátok meg nekünk, kikinek mennyit adott már kölcsön, és mi volt az indok, amivel kérték. Hát egészen megdöbbentő történetek vannak, legalábbis abból a szempontból, amikor az ember a saját édesapjáról írja, a testvéréről írja, tehát az, hogy haver, ismerős, kolléga, az valahogy még azt gondolod, hogy benne van a pakliban, nem? Kölcsön kér. De amikor hogy adtam apámnak, soha nem adta vissza, a tesóm megkeresett, azóta nem beszélünk, tehát megdöbbentő történetek. Azt gondolod, hogy a családtagodat azért talán nem vered át, vagy nem használod ki. Hát vagy legalább van benned annyi, hogy elmondod. Vagy visszadod. Igen, vagy visszadod, hogy elmondod, hogy figyelj, nem sikerült, elúszott, bocs, nem? Hogy legalább valamit mondjon. Igen, tényleg megdöbbentő történetek. Vannak itt egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, üdvözöllek benneteket! Pisti, na, te kinek adtál, mi történt? Hát ez a történet, ez 2 évvel ezelőtt esett meg, hajón dolgoztam, egy kollégával voltam a kabinomban, már több hónapja, és az úriember az elment szabadságra, majd mikor visszajött szabadságról, beszállt, ahol be kell szállni a hajóra, és 2 nap múlva közölte, hogy ilyen kicsit leharcolt arccal közölte, hogy úristen, az édesanyjával baleset történt, és hogy éppen most jött vissza szabadságra, és nincsen pénz a bankkártyáján, meg ugye készpénz sincs nála, segítsek már neki, fizessem ki hazaútra a repülőútját. Hát mondom, jó, persze, semmi probléma, hajós kollégák között ez meg szokott esni. Mondom, oké, rendben. Kifizettem a bankkártyámmal a repülőjegyét, hazautazott, közben beszéltünk, és azt mondta, hogy jó, hát persze, testem visszaadja ezt az összeget, ez egy 300 eurós összeg volt, tehát átszámítva olyan 9000 forint. Ezt az összeget elkérte, odaadtam neki, kifizettem, és utána, amikor leértünk testre, akkor ugye odaadtam neki a cuccait, a ruháit, na akkor jó, van itt a cuccod,
már úgy jön vissza a hajóra valószínű, de mondom, akkor a pénz is kéne, és mondta, hogy ó, hát pont nem talált bankot, ahol fel tudott volna venni pénzt, de el fogja utalni ezt az összeget nekem, úgyhogy nyugodjak meg, semmi probléma. Hát ezt az összeget azóta is utalja ez a srác. Mert ez mondjuk benne volt, ez várható volt, nem? Tehát, hogy ott ezt nem adja meg, akkor ez... Nézd, úgy gondoltam akkor, hogy ő egy eléggé jól szituált srác volt, jó pozícióban dolgozott, illetve tudta róla mindenki, hogy elég magasabb körökben is mozog a fővárosba, és ezért csodálkoztam akkor annó rajta, hogy nem adta vissza. Hónapokig a kabintársam volt, úgyhogy nem is gondoltam volna, hogy ebből a pénzből nem találok semmit. Hát igen, mert ez a fájó, ugye, hogy hónapokig együtt voltatok egy kabinban, és utána összezárva 9000 forintért ezt megteszi az ember, persze. Hát meg, de tisztában vagyok, hogy ki volt ő, tudom, hogy hol van most per pillanat, mindent tudok róla, de... És innen üzennéd neki. Nem üzem, hogy megtalálok köcsög. Hát, így nem, de... Biztos, hogy fogunk még találkozni, tehát én nem akarok neki semmi kellemetlenséget okozni, de szerintem fogunk mi még találkozni, úgy gondolom, hogy nem hagyod esetem. Annyiban. Uh-huh. Az ember nem felejti, és azért 300 euró akár. Persze, persze. Hát meg az elv tudod inkább, persze, meg hát a pénz is, persze. Köszönöm, hogy elmondtad, ciao. Minden jó, sziasztok. Hello, hello. Szia. 10 éve adtam kölcsön 300 ezer forintot, azóta is próbálom visszakérni. A válasz a következő, minek adtam neki, ő nem kért kölcsön. Aha. Igaz, bajban volt, kevesebb hitelt kapott a banktól a lakásvásárlásra, így úszott volna a foglalója. Azért nem tiltakozott, amikor odaadtam neki a pénzt. Ez is szép duma, hogy nem én kértem, minek adták kölcsön, ugye? Egy gyönyörű nőnek adtam 2004-2005-ben apránként 500 ezret szolárium üzemeltetése, azóta se láttam se őt, se a pénzt, ezt Dodó küldte nekünk. A bátyám az apjának, apánknak adott kölcsön, mindig csak egy keveset, és persze ment az ígérgetés, hogy majd törleszt, így jött össze 2 millió forint körülbelül egy év alatt, aztán egyszer megjegyezte apu, hogy a gyerek dolga, hogy segítsen. A bátyám évek alatt spórolta össze az összeget, azóta se látta viszont. Egy barátom adott kölcsön 12 milliót egy haverjának 2 éve, folyamatosan halasztás kért törlesztés, és közben a csávó 2,5 milliót költ vadászatokra alkalmanként. Ugye azért vannak egészen megdöbentő SMS-ek. Barátom egy hétre kért 1 milliót azzal, hogyha nem tud pénzt szerezni, öngyilkos lesz. 2 éve történt, azóta a felhív, mindig másról beszél, ha szóba hozom, bocs, hív valaki. Szerintem buktam. Na ez a Zsozsó. És még mindig a barátja, ugye jelen időben így, hogy a barátja. Tehát ez egészen fura, hogy az ilyen emberek közben az ember együtt van, nem? Azt mondja, hogy én az exem nagymamájának vettem fel 300 ezeret annó, azt mondta, minden hónapban fizeti a törlesztőt, így hozzá is mentek a csekkek, talán egy csekket sikerült kifizetni, a többit nekem kellett, 300 helyett 500-at kell visszaadni. Mára már meghalt az öreg lány, így esélytelen, hogy visszakapom, írta nekünk a hallgató. Mentősként 110 000 forintot adtam kölcsön egy kollégám barátjának, hogy hozzájusson a 40 milliós hitelhez tranzakciós díj ürügyén, azóta sem kaptam vissza. Azt hittem, hogy a barátom fizeti az autóm részleteit, amit 6 hónapig kellett fizetni, 2,5 millión bánta. 2,5 milliót kellett neki adni. Ugye, mert hogy valószínű, hogy helyette fizette, vagy odatta neki a pénzt, de közben ő nem fizette be a csekket, ez lehetett, igen. 19 éves voltam, szerelmes, az akkori párom motor szeretett volna venni, én vettem fel neki a diákhitelt egy összegben, az akkor körülbelül 200 ezer forint volt, a motort megvettem, mi szétmentünk, összesen 50 ezeret láttam viszont. Ez is több, mint amit reméltem. Ezt Nelly küldte nekünk. Ez megdöbbentő, nem volt, a saját csajodat húzod le. Viszont pénzzel. Van egy motorod, ne felejtsd, csak ez más igaz. Használja. Ez egyébként igaz, igen. Igen. Valahol van egy motorod. Mondjuk ezek közül szerintem a legaljasabb dolog, amikor valakit azzal zsarolsz, hogy meg fogsz halni, nem tudják gyógyítani a betegséget, stb. Igen. A betegség a halállal való zsarolás, mert akkor tényleg azt érzed, basszus, nem adok, és lehet, te vagy rossz. Persze. Anyósomnak adtam 50 ezer forintot 5 éve, hogy ne fagyjon meg a hidegben. Nagyon meg sem köszönte, azóta se láttam belőle semmit. Tagadja, hogy kölcsön kapott. Mama rafkos, nem? De átmentek a hétvégén ebédelni, nem vidám a hangulat, igen. Azt mondja, hogy 30 ezeret adtam kölcsön egy kollégámnak 2 éve, és ezek azért nem akkora összegek, hogy ne lehessen visszaadni, tehát nem milliókról beszélünk. Ha csak 500 forintot adott volna, havonta már megadta volna. Norbi küldte nekünk. Novemberben kért kölcsön egy rokon 2 milliót karácsonyig, azóta eltelt 3 év. Semmi. Nekem egyszer a főnököm kért kölcsön, elsőre kaptam szép kis kamatot, másodjára viszont már csak részletekben tudott fizetni, csak kb. A felét kaptam vissza, nagyon kínos volt a dolog mindkettőnknek. 600 ezeret adtunk a legjobb haveromnak, azt mondta 3 nap, ez 9 éve volt. 2 kisgyerekkel egy felújítás közben voltunk, az összes pénzünket ellopta. Brown küldte nekünk.
egészen megdöbbentő SMS-ek is vannak, igen. Adtam kölcsön 30 ezeret egy haveromnak, 3 hónapig kajtottam utána, a végén az anyja hozta vissza, én voltam a szemét alak, mert hogy még az ígért kamatot is elkértem, írja egy hallgatónk. Az ilyen esetek miatt soha nem ad a kölcsön, mindig csak kérek, Zsuzsi küldte nekünk. De jó vagy. Igen. Egy kolléga mutogatott laptopokat, hogy milyen olcsón szerzi őket, azt ígérte, hogy nekem is szerez, kért előleget 20 ezer forintot, persze nyilván se laptop, se pénz. Ezt Karcsi küldte nekünk, igen. Az jó lenne beszélni egyszer egy olyannal, aki viszont a másik oldal. Tehát aki tényleg ez a kölcsönkérős. Hogy csinálod? Igen, hogy miért titok? Igen, Balázs, bíz bennem, én tényleg meg tudom tisztítani, illetve tisztára mostni a pénzet, tegyél próbára, nem bánod meg, kezdjük 100 ezerrel, 11, 77, 31, 57. Jöjj, de szép eset. Korvin negyed sírónő gyerekkel 10.000 forinton mánya, apaként a gyermek miatt bedöltem. Hát igen, ez nem is kölcsönadás igazából, ez a hogy szedte ki belőle. Pénz, igen, szép lehúzás. Hát az ember erre nehezen tud nemet mondani. Igen. Na, hát így állunk. Stefánusz nem az egyetlen, mondhatni. Ugye? Uh-huh. Nyilván ezzel az idiótával praktizál, még remélem, hogy mindenhonnan kirúgták. Stefánusz, gondolom nincs sehol, nem? Én meglepődnék, hogyha valaki alkalmazná ezek után. Van 2 év felfüggesztetem, gond. De még mindig tudok aurát tisztítani, csak rá mosni. De ezt figyelj, cigánykártyával, bármit tudok csinálni. Igen. Jegyezzem meg egy lapot. Na jó, mutatjuk a beugrót, figyeljetek, drága hallgatók, megmutatjuk, hogy mit kell kitalálni, ha szeretnétek. Házban. Hogy? Fogány Judit, a főszereplője a mesejátéknak. Mesejáték. És milyen jó dumát hagyom, mint mesejáték. Pont ott tudom bekapcsolni, ahol ő a mesejátékról beszél. Lelőjük Stefanuszt. Hát szó szerint kéne. Várni, azt mondja, hogy itt vagyunk. Na, mutatjuk a beugrót, figyelj mindenki. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Hú. Elég sűrű, jó. Aha. Sűrű, ez, ha? Ja. Járt az olló. Sűrű, így van. Na, drága hallgatók, ezt kell kitalálni, 2 darab dal, 2 darab előadó. Ez a megfejtés. És 9 után? Ez a kérdés. A nagy hívás. Így van, 9 után hívjuk Patrikot és Dorinát, mert hogy ugye ők pénteken egymásra találtak, és szerintem volt kémia, legalábbis mi ezt hallottuk az adásban, úgyhogy hát reméljük, hogy búgóhangú Patrik és búgóhangú Dorina elmondja nekünk a legpiszkosabb részleteket is, hogy mi történt velük a valentinnapi hétvégén. Az egész ország erre kíváncsi, dőlnek folyamatosan az SMS-ek, mikor hívjátok őket, mi van velük, meséljetek, tudtok-e valamit. Hát szerintem jól mulattak. Uh-huh. Na, én láttam 1-2 fotót, szerintem. Igen. Szerintem volt nagy egymásra találás. Fürdés volt, minden. Reméljük, kihegték már magukat. Igen. És megérkeztek a Super Bowl relikviák is. Megám. Oh. Hoppá. És annak most keresünk gazdát? Ma? Aha. Kereshetünk is akár gazdát, igen. Igen. Akár. Hogyha leveszük az elejéről a vizét, a gajrács, vagy gajrács, gajtörőt, akkor akár bogrások is lehet használni. Igen, Super Bowl relikviák, jó? Úgyhogy, ha valaki szeretne Super Bowl relikviákat nyerni, figyeljen, mert lesz egy kérdés, arra kell majd válaszolni. Mi pedig jövünk, és hívjuk Patrikot és Dorinát a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Ja, hogy már mi vagyunk 9 óra után. Pontosan 8 perccel. Itt vagyunk, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hát igen, itt Budapest felett nem túlságosan jó az időjárás. Azért nem mondom, hogy itt, mert máshonnan megkapjuk a híreket, hogy hát süt a nap és jó idő van, például Debrecenben. Már ott se írtak, hogy ott is na, vége. Jó, a felelők átvették az uralmat. Úgy is van, legyen nekik is rossz. Ez így van, nálunk esik semmi. Hát és megnéztem, igen. Szóval, hogy a következő 3-4 napra hasonlót mondanak. Semmi jó. Semmi jó, igen. Néhány órára tegnap ugye kisütött a nap, gyorsan kirajzott a város, mindenki gyorsan a szabadban egy kis jó levegőért, de hát nem tartott sokáig a dolog. Hát nézem a városinkénti előrejelzést, és azt mondja, hogy Pécs és Miskolc az még reménykedhet, mert hogy náluk azt mondja, hogy ilyen szerda csütörtök magasságában jó idő lesz. Igen, na, az mondjuk az engyeneknek még az nincs túl közel. Gyorsan egy-két közlekedési hír azt mondja, hogy mindjárt lapozok.
Alapozna a gépem. 81-es Pér belterületén a hatóság Hergeli Jónépet ombre küldte nekünk. 16. kerület Szlovák út, 50 előtt lézersó. Mérnek Tenk belterületén a 31-es úton Galaxis Gabi küldte nekünk. Trafi az M86-os 88-as kilométerénél a felüljáróról. Geri küldte a Golf 5-össel. Valamint M7-es Fehérvár előtt egy kamion beborult az árokba, még csak félpályán zárva, de szerintem a műszaki mentés idejére teljes útzár lesz. Ez Dév küldte nekünk, igen, mondtuk, hogy arrafelé hatalmas dugó van, ez a 60-as kilométernél van, Siófok felé. A gyorsforgalmin befelé lerobbant autó a Csévézi úti felüljárón addig torlódik, utána már jól lehet menni. Soroksárin befelé a benzinkút előtt a belső sávban van egy koc, és Fehérvárnál, igen, Balaton felé az M7-esen már kezd alakulni a dugó. Na, hát akkor járjunk utána, hogy mi történt a fiatalokkal. A Valentin napi hétvége, az egész ország ezt várja, mindenki kíváncsi. Végig kukoltuk ugye a múlt hetet, hogy mi lesz a nagy egymásra találás eredménye. Lesz egyáltalán nagy egymásra találás? Kit választ Patrik Miss hétfő, kedszer, de csütörtök, péntek közül? És végül is ő úgy döntött, hogy Miss péntekkel, Dorinával benne ugye a hétvégére. És hát a híreink szerint, mert hogy mi azért beszéltünk a promóciós lányainkkal, felvették az autót, megérkeztek együtt, elindultak a szállodába, oda is megérkeztek, azért ezt mi csekkoltuk, hogy megvan-e az újdonsült párunk. Becsekkoltak a szállodába. Minden helyszínről voltak folyamatosan drótjaink. Mindenhonnan volt. Most mentek ki. Rókaluk. Itt farkas. Ebret kértek a szobába. Most mentek be. Kétszer zárták be az ajtót. Kopogáson nem nyitják ki. Fogyok a fürdőszobába, beszorultam. Szóval mindenhol voltak kémeink. A klotyó újra működik. Mindenhol voltak kémek, és megérkeztek a hétvégére Hévízre, ugye a szállodába, Patrik és Dorina. És aztán onnantól kezdve, hát a nagy kérdés, hogy megtörtént a nagy egymásra találás. Illetve, hogy mi mit tudhatunk ebből, ugye? Mert az egy érdekes kérdés, hogy mit mondanak el nekünk. De hát reméljük, hogy mindent elmondanak. Mi vagyunk a szülőatyai ennek a kapcsolatnak. Hát az apáddal csak megosztott, hogy mi volt a hétvégén. Ha nincsen lepapírozva, akkor mondhatnak valamit, azt mondják, hogy gyerekek, semmi közöttök hozzá. Köszi a hétvégét, köszi a fungszót, köszi a kocsit, csá! Igen. És ennyi lenne. Mondjátok már valamit. Na, úgyhogy hívjuk rögtön Patrikot és Dorinát. Én szerintem most Dorinával kellene kezdeni. Kettesen van Dorina. Hogy először, ugye, mert hogy Patrikkal azért mi sokat beszéltünk a héten, viszont a jelölteket kevésbé ismertük meg. Úgyhogy először Dorinát kérdezzük, hogy milyen volt a hétvége. Dorina már itt is van velünk. Jó reggelt kívánunk, hello! Itt vagyok, bizony, sziasztok, jó reggel! Szia! Hello, Dorina! Éppen közlekedem, bocsit, remélem, hogy jól hallottok. Jól hallunk, igen, autóban ülsz? Oké, akkor jó, elbuszon, egy fokkal rosszabb. Ó, merre mész éppen? Nem sokáig. Te jó. Te jó. Várj, még kicsit visszhangosak is vagyunk. Nem vagyok. Hol vagy? Óbudán? Óbudán, igen. Óbudán. Na. És Patrik busszal visz be. Á, de szép dolog. Milyen rendes ez a Patrik. Na, figyelj ide, kezdjük az elején a történetet. Mit szóltál, amikor kibonta, hogy Miss péntek? Vagyis, hogy téged választanak. Mit gondoltál? Én nagyon meglepődtem, mivel nem voltak elvárásaim, tehát nem tudom, milyen konkrét célom akarok menni, csak a dolgot. De hát jó, nyilván valahol sejtettem, hogy Várjál, nagyon hullámzol, mit csinálsz? Meg visszhangos is vagy, nem tudsz egy kicsit leszállni erről Állíts a buszról? Állíts meg a buszt! Vagy megállítani a buszt? Egy perc és leszállok. Merre vagy? Milyen busszal mész? Faks. Rendes BKV, fuck, mit csinál? Na várj, megvárjuk akkor, amíg leszállsz. Hol tartasz? Hát egy fél perc kb. Nem még annyi se, szerintem. Jó, na addig próbáljunk beszélgetni. Szóval, hogy mondod, hogy meglepődtél, ugye? Tehát nem számítottál. Azt hitted, a többi csaj esélyes, vagy esélyesebb? Hát igazából nem hittem semmi, de szerintem az ember így is úgy is meglepődik, hogyha kiválasztják egy ilyenbe. Pláne, hogy én voltam az utolsó, ugye csütörtökön tudtának, hogy egyetlen bekerülök, és akkor így hip-hop ki is derült minden. Mert ilyen negyed óra alatt, tehát ilyen gyorsan jött. Mikor letetted a telefont, és már tudtad, hogy mész hétvégéznek, hogy átfutott az agyad, hogy úristen, mibe vágtam? Vagy örültél, elkezdtél pakolni, és mondtad, hogy... Nem, ez kicsit nem azt mondom, hogy megijedtem, csak ez a húbasztus, tehát hogy akkor fogod feltelek, hogy akkor tényleg menni kell. Nyilván előtte kevésbé tudatosult talán az emberben. Igen, hát amíg ugye nem választják ki, addig... Hogy pár óra múlva már úton lettek egy tök ismeretlen pasival, egy tök ismeretlen helyre. Mit mondtak a kollégák? Ugye aznap te még bementél dolgozni? Igen. Már egy mostanában lesz jó, úgyhogy mindjárt jobb lesz. Most egyébként egész jó.
Oké. Hát nagyon örültek, nem tudom, nevettek. Leginkább. Meg elmondtam a szüleimnek is, ők is röhögtek. De jó, arcom. Igen. Úgyhogy végül is jó, persze, jó, fogadták, igen. Na, nem volt ilyen a szülői intése, óvás, hogy jaj, kislányom, hát nem szabad ilyet csinálni, meg hát nem, milyen, nem, meg hát mi időnkben. Nekem ugye anyukám egész szinte hallgatta, és én nem szóltam neki, hogy jelentkeztem előtte. Ellentétben és vele, aki viszont mondta nekem. Mama vitte volna Patrikot. Ő volt mi szerda. Igen. Hú, megkérdezem tőle. Kérdezz már, hogy mama nem jelentkezett. Lényeg, hogy ő már, tehát neki már eszébe jutott, hogy hú, én miért nem jelentkeztem. Amikor mondtam neki utána, hogy ja, de hát, hogy egyébként igen, csak ezt én eddig nem árultam el. Jó, hogy arra gondolt, hogy neked, mint a lányának kellene jelentkezni igen, a játékra. Igen. Biztos tudja, hogy ilyen, nem is tudom, milyen kalandvágyó típus vagyok talán, mondjuk így. Na, és akkor becsomagoltál és vártál otthon? Vagy mikor, mikor érkezett meg Patrik? Hogy történt? Ez úgy történt, hogy én dolgoztam, és akkor én megbeszéltem vele, hogy jöjjön 3:30-kor a munkahelyemre. Milyen volt az első beszélgetés, amikor már nem voltatok adásban, fölhívott, voltak csendes kínott csendek? Hát olyan volt, mintha már régóta ismertük. Igen? Nem, egyáltalán nem. Tehát így olyan volt, mintha már régóta ismertük volna, mert egyáltalán nem volt kínos, mert semmi. De ez már adásban lehetett hallani, hogy van egy bizonyos kémia a kettőtök között, tehát egészen jól működött egyébként a párosatok. De az egy pillanatra se jutott, az eszedbe, hogy mi van, ha nem úgy néz ki, ahogy elképzelt, tehát, hogy rossz lesz, hogy valami. Tehát csak a jóra koncentráltál, hogy biztos menni fog én minden? Igen. De jó, igen, pozitív, de én alapból ilyen vagyok, tehát szerintem egy csak így érdemes hozzáállni, mert különben nem is jelentkeztem volna, mert úgy nincs értelme. Viccből oda kellett volna küldeni először egy statisztát. Igen. Egy statkót oda küldeni. Jó, ilyen hagymás heringszaggal. Igen. Én vagyok. Jöröle, itt vagyok a bérautóval, tudod. Igen, barkasszalát. Na. Szavajra tegyétek el ezt az ötletet. Figyelj, mit pakoltál be? Hogy pakoltál? Tehát beraktál egy szexi fürdőnadrágot, elmentél gyorsan a boltba venni még valamit, vagy minden volt otthon, azt mondtad, hogy ne vigyük túlzásba, csak azt vigyük, ami otthon igen. van. Hát igen, hát nyilván minden volt otthon, de így 5 perc alatt összedobáltam a szumót, megmondom őszintén, mert nem akartam ezzel húzni az időt. A csajok ilyenkor rájönnek, hogy jaj, nincs szép fürdőruhám, jaj, nincs szép hálóingem, nem, jaj, mibe fogok aludni. Nyilván. Erre én is rájöttem, de nem mentél el. Tudtam emelkedni rajta. Aha, tehát nem mentél el vásárolni. Nem, hát de nem is lett volna idő már. Na, és akkor egyszer csak csörgött a telefon, hogy itt állok a ház előtt? Nem, hogy értem jött a munkahelyemre, elmentünk hozzám, ott összepakoltam, és akkor onnan mentünk együtt hívni. Na várj, ezért egy fontos pontot átugrottunk. Tehát te sétáltál le a lépcsőházba. Kinyílt az ajtó, és Patrik egy szivarral a kezében. Hello, baby. Várt téged, vagy körbenéztél, és nem tudtad hirtelen ki ő, vagy egyszer csak odalépett hozzád, és azt mondta, hogy hello, baby, Patrik vagyok. Tehát hogy történt meg maga a találkozás? Ez úgy volt, hogy ide jött ugye a irodaház elé, ráálltam ugye az autóval, és akkor fölhívott, hogy ő most akkor itt van. Szia, Patrik vagyok, kicsoda. Olyan autót keresse. Jó, hogy elmondta, hogy milyen autót keresél. Aha. Igen, én lementem, és egyből ott volt az autó. És ő meg már ott kint állt az autó előtt. Kint állt az autó előtt. Igen. Úgyhogy teljesen ilyen természetesen történt a találkozás, nem volt semmilyen nagy jelenet. Na jó, de az ember beül és gondolja, hogy egész jó, jobb, mint amit vártam. Hát gyerekek, ez egy jó pasi. Köszi Balli, köszi Jani, köszi Feri. Ugye, tehát az ember azért ezt konstatálja, és mond magának valamit, amikor beül egy vadidegen Pali mellé, hogy te jó Isten, most jó lesz, helyes lesz, nem lesz helyes, két szeme van, három szeme van, szemüveges, nem szemüveges. Tiszta az autó, sármas a srác. Valaki pukizott. Tehát jó, helyes volt elsőre? Mondtad, hogy wow, még akár jó is esett, hogy helyes Pali. Igen. Igen, egy szimpatikus volt, de nem tudom, tök szótól ment az egész, megmondom őszintén. Igen, hát ez egy képesség, hogy ezt a fajta helyzetet egy pasi hogy kezeli, ha laza és jófej és természetes, akkor a nő is lelazul. Ha érzed a Pali, hogy kicsit igen. feszült, és ott feszeng, és bénázik, és akkor ott te elesik. Nagyon rossz dumákat, megpróbálja becsukni az ajtót, de te már beültél, ő körberohan, visszarohan, beül, kapkod, akkor ugye az emberettől befeszül. Ha a Pali laza, akkor igazából a tőled. Igen, ez a nevem, de ne koptasd. Na, és elindultatok ugye Hévízre. Nagy beszélgetések, nagy nevetések már útközben?
persze, hát így mindenki mesél magáról, amik ilyen érdekesebb dolgok, nyilván akkor vajon milyen ez a hotel, meg hű, meg ha, meg magáról a versenyről, hogy igazából amíg leértünk, az nagyon gyorsan elment. Mert tudjátok, az még lehet mentes, hogy ott ülünk a kocsiba, éppen nem nincs semmi jó zene, és akkor ilyen nagy csönd van. Igen, hát ezeket az ember előre átgondolja, ugye miről fogunk majd beszélni, mi lesz, ha csönd lesz. Az M7-esnél siófoknál elfogy a téma, tudod, ott fél perc és egy órának tűnik a Jimmy. És ugye tempomat is van benne. Nézd meg már 130. És ugye míg az ember beszél, addig folyamatosan pörök, hogy miről beszélek, hogy mi legyen a következő téma. De hát ez nem volt, akkor működött a dolog egész egyszerűen. Persze működött, nem még azt is el kell mondjam, hogy nem volt én erőltetett a beszélgetés, vagy most akkor jaj, mindenképpen kell valami frappánsat mondanom, vagy valami olyat kérdezem, hogy húha. Tehát nem ilyen Magdi anyus Vili bácsira? Igen. Tehát nem ilyen beszélgetés. És akkor természetes, laza volt, flott volt, mit tudom én, megtankoltatok, lemosatta veled a szélvédőt. Dobott egy tízest. Nem. Oké, becsekkoltatok, milyen volt a szoba, milyen volt a hotel? Hát én nem is szobának nevezném, hanem hát egy komplet lakosztály. Hát mit gondolsz? Elküldünk egy hátsó szobán? Berakunk benneteket egy ilyen félszúterénbe. Komolyan? Egy szép nagy lakosztály kaptatok? Igen, gyönyörű volt. Hol hát, vagy, Patri? Tényleg egyébként bujócskáztunk. Hát lehetett volna bujócskáztunk. Mi volt az első? Megérkeztetek, lepakoltatok, ilyenkor az ember ugye hirtelen rátör, hogy akkor most egy kis wellness, egy kis séta, egy vacsi, nyissunk egy pohár bort. Mit csináltatok először? Hát én fölmetünk ugye a lakosztályba, ott már várt minket egy behűtött penskő, és akkor én azonnal mondtam, hogy akkor azt pukkantsuk már ki azt a palackot. Helyes, nagyon helyes. Akkor jó, kocsintottunk, akkor ugye meg volt a welcome ital, és én nagyon éhes voltam, úgyhogy lementünk az étterembe, hogy akkor legyünk túl az első vacsin, vagy nem tudom, fedezzük fel a terepet. Hát Patrik nem volt éhes, ehhez képest négyszer annyi tevet, mint én. Jöjjenek a bocskos részletnek. Egy kört a töltött káposztám. De milyen bocs, hogy számoltad? Lehet, Patrik három napja már nem evett, erre készül, hogy ingyen kaja három nap ügyek. Most annyit kieszem a szállodat. Ha beledöglök, akkor se eszik egy rohadt palatot se. Péntekig. Patrik már kedóta nem evett, lehet készült az olimpúzió. Lehet, erre gyúrt, igen. Mikros dobozokat vitt le? Nem láttam, de lehet, hogy rejtegette. Jó, szóval egy jó hangulatú vacsi volt. Ez egy privát vacsi volt? Ketten? Egy ilyen kis gyertyafényes? Nem, hát voltak többen is az étteremben, de még el lehetett szeparálódni nagyjából. A gyertyafényes az a szombat este volt. Tehát a szombat este. Mert elment az ár. Aha, akkor volt a szíveskés, terítős, gyertyafényes, romantikánzós, a szombat este volt. És a vacsora után mi történt, vagy elmentek? Patrik korán lefeküdt. Túlhette magát, és lefeküdt aludni. Patrik azt mondta, hogy anyám nem főz ilyen zsírosan, le kell feküdni. Jaj, Istenem, nincs már a sav lekötőm. Na, utána elmentetek egy kis wellness, mi történt? Nem, fölmentünk a szobába, és akkor befejeztük ezt az üvegpezsgőt, zenét hallgattunk, dumálgattunk, és akkor mindenkit elég fáradtak voltunk, megmondom őszintén, úgyhogy elmentünk aludni. Aludni, te durva. Na várj, remélem nem hallották a gyerekek. De, igen. Tegyük hozzá, igen. Hogy ugye két hálószoba is volt, tehát lehetett volna válaszolni, de egy szobában aludtunk. Patrik felvett a kis pizsomáját, bekuporodott kis kiflibe, te átölelted, tehát kíváncsiak vagyunk a részletekre. Ugye hát két ember vadidegenül azért ott átöltözik, fürdik, elmegy ide-oda. Ez is teljesen flottul ment, tehát senki igen. Nem szégyenlősködött. Igen. Lesz-e mentetek a wellnessbe? Nem, másnap mentünk csak. Másnap mentünk. És akkor első éjszaka egy ilyen baráti együtt alvás volt. Igen. Na, hát az egész ország ezt várja. Hát tessék nekünk, na már ezen a ponton beadjuk Patrikot. Jó reggelt, Patrik! Hello! Jó reggelt, sziasztok! Itt már kell a férfi is. Hello, Patrik! Hello, hello! Na, milyen volt a töltött káposzta? Töltött káposztát nem ettem, de elképesztően finom kaják voltak, úgyhogy azt csináltam, hogy mindent megkóstoltam. Minden. És aztán, ami igazán ízlet, abból még egy kör, mi? Mindent végigjöttél. Így, ahogy mondod. Na, milyen volt az első este egy kicsit itt a kiéhezett tömegeknek, a hallgatóknak mondjatok valamint, hogy a Dorina elmondta, hogy egy baráti együttalvás volt, de hát azért egy-két részletet hagyd tudjunk meg, hogy mi volt. Ott álltál. Patrik, miben? Boxer alsóban, vagy miben aludtál?
Én nem vittem egy nagyon aranyos pizsoma nadrágot. Jaj, de komolyan mondod? Hát, vagy hülyülsz, tényleg vittél pizsit? Vittem egy pizsoma nadrágot, igen. Milyen minták vannak rá, Csillag Patrik? Mondja, Dorina. Kockás volt. Kockás volt. Igen. Ja. És akkor az első este az egy ilyen kis baráti együttalvás volt. Igazság szerint valamikor az éjszaka közepén felébredtünk, és akkor... és akkor hát azt tudom mondani, hogy több, mint barátság. Aha, tehát egy ilyen finom ismerkedési est volt. Annál kicsit erotikusabb, de igen. Nekem megvannak ezek a hétfő ismerkedési estek, mert ugye elmentél balatoni szállodába, és akkor hétfő este volt az ismerkedési est. Emlékeztek arra? Meg lehetett ismerkedni mindenkivel. Hmm. Jól van, oké, mi történt szombaton? Akarod mesélni, vagy meséljem? Nyugodtan mond. Nézd hát, már, mintha ezzel... Ja igen, hát 11-ig sikerült aludnunk, nem most, hát fél 11-ig. Akkor jöttünk rá, hogy még fél óra van a reggeliből, úgyhogy hát mint nőnek ilyen hamar elkészülni az szinte lehetetlen, de sikerült. Úgyhogy leváltatunk reggelizni, teljes szerettük magunkat ismét. Majd elmentünk egy hévíti borozóba. Úgy érzem az ivás köré. Fontátok azért a programokat finoman. Évízi borozóban. Aha, hát ez jól hangzik. Patrik négyszer kért. Ott egy kis... Igen, legalább egyébként. Te is jól érezted magad, Patrik, közben csak, hogy téged is behozzalak a beszélgetésbe? Nagyon jól, nagyon jól. Az az igazság, hogy miután megkaptam Dorina számát, megbeszéltük, hogy érte megyek, de kibírtam és nem néztem meg a Facebookon. Tehát egész nap egy ilyen óriási kérdőjel volt bennem, jól döntöttem, nem jól döntöttem, jól választottam, nem? És akkor ugye fél négyre oda mentem, hát ahogy már mentem oda, akkor is már nagyon izgultam. Többek között az utolsó 200 méteren jutott eszembe, hogy kellene valami rágógumi, vagy valami cukor, hogy két puszit ha adok, akkor legalább ne rögtön hogy csak el minden. Mi van a gyomor szájad, vagy mi? Nem tudom, csak úgy ízultam, úgyhogy... Mint egy első randi, nem? Egy klasszik első randi. Van-e nálam rágó, zsebkendő, van-e valami a fogam között? Tudod, az ember belenéz százszor a tükörbe, bevett két nem rágóst kellett volna lenni. Persze, de ez egy klasszik, ez mindenki végigmegy, ez aranyos egyébként. A fokhagyba. Úgyhogy végül egy mellettem álló autónak integettem, hogy húzza le az ablakot, egy nagyon kedves hölgy vezette, és mondtam, hogy elnézést kérek, Patrik vagyok, most megyek vízpéntek, és szeretnék egy rágó gumit kért. Esküszöm, nem volt rágója, de egy egész doboz cukrot átdobott, úgyhogy... De jó vagy. Úgyhogy értementem, ott álltam, megjött, első benyomás fantasztikus, nagyon csinos, nagyon elegáns, fantasztikusan jól néz ki, nagyon szép lány Dorina. De jó, na ennek örülünk akkor, hogy mindkét oldalról működött a történet. Abszolút, abszolút. És miután... az volt a lényeg, hogy az egész annyira természetesen ment. Tehát tényleg a hévízi út is, ez a két óra, ez úgy ment el, hogy igazából észre se vettük, végig beszélgettünk. Egyetlen másodpercig nem volt ez a kínos csend, ahogy mondtátok, vagy gondoltátok. Úgyhogy nagyon-nagyon jól működött. Az egész hétvége igazság szerint ilyen nagyon természetesen, nagyon flottul ment. Tényleg a szálloda az pedig egyszerűen lenyűgöző volt. Tehát ez mind a hangulata, az egész egy ilyen borzasztóan varázslatos hely. Na, és akkor most nézzük azt, ami tényleg fontos, hogy értem én a romantikát, nagyon aranyos, de ti már nem látjátok az SMS falat. Én látom szállod közben az SMS falat, hogy mit akarnak tudni a hallgatók. Ugorjunk egyet a borozásról. Ott vagyunk, szombat este 10 óra van, ugye jön az este. A hallgatók tudni akarják, mi történt, milyen volt. Hát én azt mondom, hogy legkésőbb 9 hónap múlva kiderül. Jaj, Jézus, jó, Dorina, mondd akkor te, mégiscsak egy nő annyit mond el erről a történetről, amennyit el akar mondani, hogy mégse a pasit kérdezzük. Milyen volt a szombat este? Szombat este úgy nézett ki, hogy ugye hétre lementünk erre a gyertyafényes vacsorára, egy kandalló mellett volt az asztalunk, egy gyönyörűen megterítve, és akkor itt hozták ki a finomabb nyilván fogásokat, borokat, stb. De egyébként nagyon romantikus hangulatban telt.
Utána meg megismerkedtünk egy párral, akik szintén ott voltak a hotelben, és egyébként kerestek minket. Nem várt fordulat. Igen. Ugye? Oda jött az asztalunkhoz egy cigarettát. Fölmentünk mi. Úgyhogy őket innen is pucilom, mert tudom, hogy most hallgatják. Ők hallgatták a műsort, és megtaláltak benneteket, ugyanabban a szállodában mentek. Kerestek, nem találtak meg, és tök véletlenül összealkottunk a biliárd asztalnál, és mondták, hogy hát, hogy sejtették, hogy mi vagyunk, de nem voltak benne biztosak. De helyesek, az, hogy hallgatták a műsort, ugyanabban a szállodában voltak, és meg akartak benneteket, találni. Igen, kutattak minket, aztán végül sikerült. És akkor megmondom őszintén, hogy az est, tehát így sokáig négyesben voltunk, hülyeskedtünk, kártyázgattunk, stb. És akkor utána ők hazamentek, vagy visszamentek a szobájukba, olyan nem is tudom mikor. Mikor volt ez, Patrik? Hát szerintem jó van éjfél után. Hát volt az, mert szerintem hajnali fél négy is. Azért megcsúszott a téridő kontinuum mindenkinek. Egy ilyen igazi érezdel a hajamat buli is lett belőle, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Uh-huh. És hát tényleg az egész hangulata, tehát minden abban az irányba tolt egyébként, és tényleg csak azt tudom mondani, hogy Dorina személyisége pedig abszolút olyan, hogy én akkor ezúton is egy második randira szeretettel meghívom. Na, de akkor tulajdonképpen megtörtént minden. Tehát végülis akkor én megkérdezem aztán, hogy válaszoltok rá, hogy akkor volt szex, lefeküdtetek egymásra. Ezt tudni akarja az ország, hát most ezt meg kell kérdeznem, hogy akkor megtörtént minden, ami egy ilyen hétvégén megtörtént. Majd csak szólózott Patrik. És mondta Dorinának, ha tetszik, szállj be. Dorina megunta, hogy Patrik csak saját magát szórakoztatja. Dorina, nem akarunk nagyon, de tudnunk kell azért ezeket, a részleteket. Hát muszáj, hallgatunk utána, minket lincselnek meg, ha ezeket nem kérdezzük meg. Mondjad? Nem, persze. Nem, tehát minden nem történt meg, de történtek dolgok. Tehát ezt így tudom elmondani elegánsan. Hát most azért még tudnék kettőt. Akkor mindenkinek a fantáziára bízunk, hogy ez mi az, amit. Hogy ez mi. Aha, de randiztok még? Tehát tulajdonképpen lesz még ebből, vagy lehet ebből még valami, Dorina? Én úgy érzem, hogy nyilván két nap alatt egy nőnek nagyon nehéz ezt megítélni hosszú távon, de semmiképp sem vetném el a lehetőségét. Tehát, hogy úgy nyilván tök jóba lettünk, mert minden, és szerintem nyitottak vagyunk rá, úgyhogy valószínűleg igen. De jó. Dezsavim van, gyerekek, tavaly ugyanaz volt. Nem csináltunk semmit, nem volt semmi, nem volt. Ez egy hét múlva megtudtuk a szállodából, hogy úristen. Külkörön. Csak a sikoltozás itt a szobából egész éjjel. Kicsit nekem ez most ugyanolyannak tűnik. Semmi gond nem volt egészen addig, amíg a folytogatos szekbe bele nem kezdtünk a gardrop szekrényben. Jól van, oké. Okay. Na, de hogy akkor mindenki jól érezte magát? Jó volt, jó volt, rendben volt. Zseniális volt. De nem bántad meg, hogy belevágtál ebbe, Dorina? Dehogy is, eszembe sincs megbánni. Nem. Egyébként, hogy megbános típus, ezen meg nem is volt mit megbánni. De Patrik, olyan akkor, amit az ember az álmaiban elképzel? Tehát nem külsőre gondolok, hanem amit egy nő elvárhat egy férfitól. Szerintem igen. Igen. És ez tök ritka egyébként. Tehát én úgy gondolom, hogy ritka. Patrik, te akkor randiznál? Még folytatnád a dolgot? Abszolút, igen. Igen? Igen. Hogy váltatok el? Igen. Vagy mit mondtatok egymásnak vasárnap este, mikor kirakta Dorinát? Hát igazság szerint abban maradtunk, hogy hát nem maradtunk konkrétumban, hanem gondoltuk, hogy itt most hétfőn összekapcsoltok bennünket, el kell mesélnünk, és hát nyilván számot cseréltünk, Facebookon összejelöltünk, és a többi, tehát megvannak azok a tehát minden az, ami ilyenkor megtörtént. Aha. Így van, hogy egy folytatása legyen a dolognak. Na jól van. Egyébként csak annyit mondok, hogy a fürdőruhája és a kabátja nálam van. Fürdőruha. Oké, jól van. Hát ennél többet mi nem akarunk kérdezni, tudnánk azért még mi, de nem akarunk. Úri emberek vagyunk, még ez nagyon nem is látszik rajtunk. Örülünk, hogy jól éreztétek magatokat. Szerintünk ez egy baromi jó kaland, és jó, hogy ebbe belevágtatok. Aztán reméljük, ha együtt maradtok, vagy lesz ebből még valami, vagy folytatjátok, akkor pedig sok szerencsét egymáshoz. Akkor nagyon szépen köszönjük. Számolni. Mondja, Dorina? Igen, és azt mondom, hogy be is fogunk róla számolni nyilván. Ne tegyél olyan ígéreteket. Ne tegyetek olyan ígéreteket, amit aztán nem tudtok megtartani. Puszi nektek, köszönjük, csáó, vigyázzatok magatokra. Köszönjük, csáó. Hello. Na, gyerekek. Na. Most akkor már csak most hárman vagyunk. Igen, mennyi kamu van benne? Tehát volt-e, meg volt-e, vagy se? Én szerintem ennek a pszichológiája az, hogy volt minden, volt szex, csak ugye félünk attól, hogy ennek milyen hatása lesz majd. Nem?
most a tök őszintén dumálunk arra, hogy szerintem mi van. Nyilván tök az, hogy Dorinára azt fogják hát mondani, hogy ő a lány, aki egyből lefeküdt. Igen, mit gondolnak, hogy gondolják, nem mondjuk el. Jó volt, jól érezzük magunkat, de mégse tűnjünk azért. Jó, te egy hétvégén ebben az országban hány egy éjszakás kaland történt? Persze. Semmi. De tök jól működött kettő között a kémia. Tehát hallhatóan egyébként baromira kedvelik egymást, meg kedvelték egymást, meg jól el voltak. Tehát ez hallható. Szerintem kamusztak Patrik legalább ötször kért. És evett a mákos gubából is mindkét. Szóval, hogy mi egy szoftosabb verziót tudunk, vagy tudhatunk, amennyi nyilván még belefér abba a mi számára, mert hogy szerintem itt elsősorban azért a lányok ról van szó. Bár nem mintha valamit félteni kéne, de ez az ország azért prűd, álszent, gonosz, rossz indulatú sokszor. Nem mondjuk el, ne legyen baj a munkahelyen, megítélés, szomszédok, mit tudom, és stb. Stb. De valójában valószínű, hogy azért az minden megtörtént. Halva őket, erről azért én meg vagyok bizonyos. De ott van két felnőtt ember, és akkor ez a megtörtént, de nem. Igen, tudod, a kamaszkorban volt ilyen. Csaj nem akart, és mondtad, hogy jó, de egy picit azért tegyen be, tudod. Ja, csak a végét. Meg volt ilyen nektek? És mondta, hogy nem akarja. Csak egy picit az elejéből, csak akkor már tudtad, hogy ha már odaérek, akkor mindegy. Ha rossz, ha jó, legalább ott voltam, tudod. Csak picit. Na, szóval visszatérve erre, hogy de én értem, hogy miért nem tudhatunk erről így effektíve többet. Szaftosabb részletek, este 10 után Szani Roland. Szani Roland újra hívja Dorinát és Patrikot, igen. De helyesek voltak. Nagyon helyesek. Ez jól alakult ez a sztori. Igen. Jól van. Örülök, sokkal rosszabb lett volna, elmondják, hogy Semmi nem volt kicsit, de... És úgy hallott, hogy tényleg nem is kattantak egymással. Tehát én láttam képeket, egyébként küldtek nekünk, vagy az ő közös Facebook oldalukon a jacuzziba ülnek, a szobában ölelkeznek. Tehát láthatóan két ember baromi jól érzi magát együtt. Erről árulkodtak a képek. Majd egy-kettőt mi is felteszünk a saját Facebook oldalunkra, mert vannak még néhányan, akik nem látták a párt. Na, akkor jó vagyunk. Jó volt. Nagy jó kerítők vagyunk, akkor jót osztunk. Patrik, az autót majd vissza, mert a szponzor már csörgött. Igen. Na, ha nem történt meg, mire várjunk 9 hónapot, kérdezi valaki. Ez egy jó kérdés, igen. Jól van, nem akarunk mi többet tudni. Hármasugrás játszunk, jó, drága hallgatok? Ennyi a kukkolás vége. Mindenki menjen vissza a saját életébe, mindenki menjen vissza, ahonnan most egy kicsit kitekintett. Vége a kukkolásnak. Hármasugrás játszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Jaj, de gondolszok a hallgatók, olyanokat ének. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Dorina? Van valami még? Mindig? Nagyon hasonlít a hangot. Halló, Kati, jó reggelt! Sziasztok, Kati vagyok. Szia. Kati, honnan hívtál minket? Szegedről. Hallottad az előző beszélgetést? Igen. Na, szerinted? Hát, ez nagyszerű. Kár, hogy én nem kerültem be. Ugye, jelentkeztél egyébként? Hát nem. Ja, nehéz mondjuk, igen. Soha nem nyerek a lotton, ugye? Egyszer kéne kitölteni azt a rohadt szervényt. Ki a számaimat. Ez egy áthidalhatatlan akadály. Igen. Szerinted mi történt kettőjük között? Volt szex? Szerintem volt szex. Ugye? Uh-huh. Persze, hát csak nyilván az ember fél a megítéléstől, vagy a közvéleménytől, hogy mit mondanak. És csak ketten vagy, pedig az ismerős házaspár is beszállt, és valójában nem kártyáztam. Gyerekek, az a durva, hogy nem lepődnék meg. De pont egy ilyen hétvégében bármi belefér. Na, de vissza a hármasugrás kérdéseire. Mégiscsak izgalmasabb ez, nem? Mint egy... Hát igen. Négyes. Egy kis műveltség, egy kis kultúra. Milyenek a kérdések, Jani? Könnyű. Hú, de jó. Neked voltál valami hasonló kalandot, Kati? Egy hármasugrást játszottál már? Hármasugrást? Egyszer nagyon régen, igen. Nem erre gondoltam, hanem hogy egy idegen parival, egy randi... Rögtön gondoltam, igen volt. Vakrandi volt, tényleg? Igen. És? Durva volt, ne akarjátok tudni. Ne csinálj! Oh. Komolyan? Hát most már viszont érdekel. Igen. Hát az az igazság, hogy én először nem szoktam magam megadni. Viszont ugye kérte a telefonszámomat, és mondtam, hogy még nem adnám meg. 10 perc múlva csöngött a telefonom, és a Foster hívott. Kiderült, hogy a belügyminisztériumban dolgozik. Azt a mindenit! Megtalálta a számodat? Igen, véletlenül. És elmentél? Hát, a Brandira? Igen. Kíváncsi voltam. És milyen volt? Megrázó. De megrázóan jó? Várj, most már ez érdekel. Mit mutatkozna be, doktor Pintér Sádor? Nem, az egyik köztársasági elnök testőre volt. Azt a mindenit neki.
És ez imponált neked? Tehát tetszett, szimpatikus volt, jó kiállású volt? Hát jó kiállású volt, igen. De az arca egy kicsit hajazott a beosztásához. Aha, komoly volt. Tehát, hogy túlságosan komoly volt? Nagy arca volt. Nagy arca volt. Ja, ja, és a teljesítmény nem volt nagy mögötte. Hát igen, igen. De végülis megtörtént az első este nálad is? Nem. És vastag tömött bajsza volt, mint a főnökének? Nem, sajnos már nem él a főnöke. Ja, akkor még nem a jelenlegileg a főnöke. Nem. Jól van, Kati. Na, menjünk most már tényleg bele a kérdésekbe. Azt mondja, hogy mehetünk? Igen. Figyelj, itt szól az első kérdés. Melyik világhírű popstár énekelt el az amerikai himnusz az 50. Super Bowl döntőn? Lady Gaga. De aranyos, ki az, aki súg neked ott? A kollégáim. A kollégáid, igen? Jól van. Igen. Azt mondja, hogy menjünk tovább? Menjünk. Melyik testrészen viselték egykor a pendelyt? Pendely. Alul. Lent a derékon. Figyelj, alsó test, elfogadjuk. Alsó szoknya. Nem hiszem, hogy beraktad harmadik kérdésnek. Nem hiszem, hogy nyomod ezt a rohadt mányos. Mit tetszik mondani? Így szól a harmadik kérdés. Már nem kíváncsi vagyok rám. Tovább menjünk? Hangosan. Mondd, hogy hát, ne. Igen. De hogy te is játszom, helyetted mondják a válaszokat, helyetted döntenek arról, hogy tovább menjed. Add át, akivel játszunk valójában. Igen, mert beszélgetés hatása alatt vagyok. Ja, hogy olyan... Köztársasági őrezredből fölhív mindjárt valaki. Jó napot kívánok. Acél százados vagyok. Ezt figyeld, kislányom. Felvigyázz! Hallottuk a beszélgetést, be kéne jönni szembesítésre. Acél százados. Acél százados. Na figyelj, melyik város képviseli idén Magyarországot az év európai fája versenyben? De szép kérdés. Hat utána, Jani, mindig ezzel untat mindenkit. Hosszal. Európai pálya. Aha, csak 60-szor beszéltünk róla múlt héten. 60? Kérem? 60? Nem. Bátaszék. Halálosan izgi sztori, fákra lehet szavazni, betolsz majd az izgalomtól, annyira jó. Megnyitod és 8 kornyadozó fa néz rád szembe, annyira izgi. Bátaszék vezet egyébként, ez jó. Ez mindenképpen jó, mert hogy egy magyar fáról van szó. Vezetünk az évfája választásban. Bátaszék. Jani 6-tól fél hétig általában egy negyed órát mindig erről beszél. És szavazásra búzít mindenkit, de akkor te nem hallgatsz még minket olyan korán. Nem. Jól van, nem csörgött még a telefonod? Még nem. Foglaltat jelez. Helyes. Veletek beszélgetek. Na aztán utána letesszük, megtalál az ember azonnal. Puszi neked, köszi a játékot. Sziasztok. Ciao. Hello. Bum, az nincs. Bum. Hát, jogos az igényed. A ilyen erőszakos vagy. Súgnak. De ezt jó, is súgták, nézd, hogy... Velem lehet tárgyalni, lehet bum is akár. Oké, benne vagyok. Mennek az ajándékcsomagok. Bum. Jézusom. Hát ez szegény bum. Hát, hite hagyott egy bum ez. Olyan el is nem, nem kevés lemondás szuszakoltál bele ebbe a bumba. Ki szólt, hogy bumozzunk? Az egyik kollégám. Na, jól van. Hát sok között nem voltam a játékhoz. Köszi játékot, Kati, puszi. A sztoridat hello. Szerettük, ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Patrik barátja vagyok, ha küldtök ajándékcsomagot, elmondom, hogy volt szex, nem is kicsi. Na, szuperbólos kérdés, hogy szól, mert hogy vannak relikviáink, és azt ígértük, hogy ma elhangzik egy kérdés, amire helyesen válaszoltok, megnyerhetitek a Ricsing által hozott Super Bowl-os relikviákat. Ugye ez az 50. Super Bowl-ról van. Egy sisak. Aranysisak. Egy aranysisak. Egy laszti. Egy laszti. Egy bőrbogyó. Egy bogyesz, és egy Super Bowl-os sisak. Nagyon mutatósak, nagyon jól néznek ki. Na. Jöjjön a kérdés. Mi az évfája szavazás? Bátaszék, molyhos tölgy. Na. Hol játszották az 50. Super Bowl döntőt? Melyik városban? Ennyi? Hát ez... Egy Super Bowl rajongónak ezt tudni kell. Jó, melyik az amerikai város, hol játszották az 50. Super Bowl döntőt? Küldjetek el SMS-ben, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival.
Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:10 múlt, pontosan 3 perccel. Szép reggelt mindenkinek, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, miről is volt szó ma reggel. Egyrészt beszéltünk arról a TV jósról, aki ugye kölcsön kért emberektől, ártatlan naív emberektől csalt ki úgy pénzt, kölcsön ugye, címszó alatt, hogy megtisztítja a rontástól, és aztán visszaadja, hát... Illetve nem tudjuk, hogy ez is benne volt-e, a megtisztítás biztos, a visszaadás az nem. Visszaadni nem sikerült, felfüggesztett börtönbüntetést kapott, arról beszélgettünk, hogy kikinek adott már úgy kölcsön, hogy soha többet nem látta viszont azt a pénzt. Valamint megkaptuk azt az információt, valaki elküldte nekünk, hogy Trütko a saját Facebook oldalán 10 óra 50 perckor valami nagyon nagy dolgot jelent be, és hát mi is elkezdtünk egy picit találgatni, hogy vajon mit, illetve hallgatóinkat is arra kértük, hogy írjátok meg nekünk, szerintetek mit jelent be a Trütko Officialon, mert ugye, hogy ott jelenti majd be 10 óra 50 perckor azt a dolgot, amit Trütko szeretne, és hát hallgatóink szenzációs SMS-eket írtak, hogy vajon Trütko mit jelent be. Úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 2 perc múlva pontosan 10 óra, amíg a feleségül vettem Szalai Vivient, az is azt. Nagyon szeretem azt is. Nagyon várom a 10-11 előtt 5 feleségül percet, vettem Szalai Vivien. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevaszok. Szeretnétek a 11-es hírek után bejönni és elmondani, hogy vagy majd holnap reggel hirdettek eredményt? Nem, nincs ebben ennyi. Csak a humorból tudtuk mi valamit csinálni, a valódi információ értéke sajnos nem lesz ennyire, de a hallgatók nagyon jókat írtak. Aki ezért igazán hálás lehet, az majd a maga egy kis forgalmat generáltunk ugye a Facebook oldalának, meg a hírnek is. A Voice Viga Officialnek. Official. Igen, ugye ígértük hallgatóinknak, hogy aki kitalálja és jót mondott, az kap egy ajándékcsomagot. De nem gondoljátok-e, és a hallgatóknak is teszem fel most a kérdést, hogy ezzel ti befolyásoltátok a bejelenteni valót. Tehát lehet, hogy valami teljesen más jelentett volna, de most hallott egy jó ötletet. Hát az a baj, nem ilyen spontán nem? Azért. Négy hete ki van ez találva pontos, hogy mikor lesz bejelentő. Valami tévés dolog. Nem, vagy egy műsor indul újra, vagy a Napló, vagy valami ilyesmitől kell képzelni. Nem? Na, igen, meglátjuk. Ő is kap egy új háttérműsort, amire már nagyon-nagyon régóta vár. Igen. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Ha mondja, hogy Morning Show az ajándékcsomag, minden oké, Csabi, jó volt hétvége? A szokásos hétvége. Szokásos? Focis. Akkor volt egy kis foci is benne, igen. Helyes. Helyes, helyes. Tehát nem kezdek meg indítsekedni, hát tudsz se inni. Tertünk? Most egy harmadik hely. Ugye. Morning Show, jó napot! Jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Jó reggelt, hello! Na, te írtad nekünk János, hello, te írtad nekünk az üzenetet, nagyon szeretük, lecseréltem a billentyűzetem, most már vannak magáhangzók. Elnézést, tisztelettel, te veri takaók. Zseni vagy, óriási. Nagyon szerettük az SMS-edet, János. Óriási. Úgy, tényleg. Te vagy a nap hallgatója, hol hallgatsz minket? Hát most éppen autóval és egy Balatonparti városban. Balatonparti városban, jól van. Küldjük az ajándékcsomagot, köszi. Nagyszerű, én köszönöm. Ciao. Szia, hello. Napot, köszi neked is, hello, hello. És akkor van még egy nyertesünk, őt is hívnunk kell gyorsan, ugye a Super Bowl játék nyertesét. Aki megnyeri az 50. Super Bowl-ról Faragó Ricsi által hozott sisakot, gyönyörű aranyszínű, és egy lasztit. Igen. Gyula sajnos ráült. Ez kicsit óalakú. Elhaposodott. Igen, tetszik, Tóth Endre. Endre, hello, Morning Show, szia. Szia, Balázs. Hello, Jani, Csabi, Feri, nekik. Hello, jó reggel, ciao. Sziasztok. Na, küldtél nekünk egy jó választ. Ugye arra kérdés, hogy hol rendezték idén az 50. Super Bowl-t, mi volt a jó válasz? Így van. Hát az, hogy Santa Clara-ban, a Lévi Stadionban. Pontosan így van. Így van. Hát ami jó, az jó. Nem szabadszok, tényleg nyertem. Mit kérdeztél? Hogy nem szivatunk-e? Erre gondoltál? Nem. Te vagy a nyertes, megvan a sisak, az 50. jubileumi Super Bowl-ról, illetve egy laszti. Ne viccelek, nagyon köszönöm. De, tényleg, hát a technikai vezetőnk ráült a labdára, ezért kicsit óalakú, de ne haragudj ezért. Jó? Semmi probléma, megpróbáljuk eldobni. Mondjad, Csabi? Nem a Patrik, olyan hangja, mint a Patrik. Kicsit patrikus, nem. Igen. Mondjad? Nem mondtam semmi különöset, tehát hogyan tovább. Hogy kapom meg a nyereményt? Ja, igen. Figyelj, fölhívunk adáson kívül, és postázunk neked mindent, semmit nem kell csinálni, a házad elé, lakásod elé megy a nyeremény. Minden, úr, minden a kezedben lesz. Nagyon királyok vagytok, srác. Hát te vagy király, játszottál velünk. Köszönjük nektek. Köszönöm, én is köszönöm. Nagy szuperbó rajongó vagy, ahogy hallom, örülsz? Óriási, hát csak én Steelers rajongó vagyok, de...
Ó, te szegény. De nagyon királyi. Akkor volt sírás-rívás. Volt egy pici. Jó, de bosszúból nem töröd össze, vagy nem az lesz, hogy rituálisan, rituálisan berakod nagyon, a vonat alá. Kiemelt helyet fog kapni a szobában, megígérem. Majd küldök egy fotót. Király, várjuk. Nagyon köszi. Ciao, ciao. Hello. Csavikám, remek zenék? Egy korábbi sikert hozok nektek, egy fiatal új-zélandi hölgy, aki 13 évesen fedeztek fel, most már 20 éves, és nagyon várjuk nagyon sokan a második lemezét. Az elsőről, a Pure Heroine-ról játszom, a Royals című dalt, Lordi-ról van szó, egy nagyon ügyes, tehetséges fiatal lány. A dalát, ezt a Royals-t még a Robbie Williams is elénekelte tavaly a Szigetes koncert. A finnek még nem perelik a neve miatt? De és polmisiek is. Meghallgatjuk. 10 óra múlt 2 percet, Csabi jön a kívánság műsorra, mi pedig holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim!